zenére tervezték ezt az izét. Ugyan már, Alex, eddig jó volt. Los Angeles, 2005. május 12-e, reggel 5 óra 52 perc. Oké, lehet, hogy felszedtem egy pár kilót az asztal mögött, de jó, most pár már jó. Kilót. De én azért a tesőrívásodat sem nevezném fogyókúrásnak. Szövetségi adás jelentkezik. Oké, Véta. Figyelmet kérek, Kolumbia Állam Központi Bírósága elektronikus ülést tart. Susan G. Peters bírónő elnököl. Akik valamilyen ügyben a bírósághoz fordultak, kérem írják be kódszámukat. Csak a hivatalosan bejelentkezettek vehetnek részt az eljárásban. Azonosítsák magukat a tisztviselőnek. Steven Day, az FBI netőrség parancsnoka. Quantico-ból Virginiából jelentkezem. Alex Michaels, az FBI netőrség parancsnok helyettese a célhelyszínről. Előttem a jelentésben az áll, hogy elektronikus házkutatási parancs késleltetését kérik. Jó reggelt, uraim! Remélem, valóban szükséges volt ez a korai hívás. A feltételezett bűntények jelen esetben drogkereskedelem, prostitúcióra való kényszerítés, bevándorlási csalások, teljesen általános szervezett bűnözésről van szó. Miért a netőrség? Önöknek az a feladatuk, hogy védjék a rendet az interneten. Johnny Stompatóval állunk szemben, bírónő. És a Stompató család a legkevésbé sem régi módi. Abban a raktárépületben van ennek a kidolgozott, jól szervezett hálózatnak a kócpontja és a számítógépek hajtók, amelyek majd igazolnak minket. Ő is bent van, és kell nekünk. És miért kérték a házkutatás elhalasztását? Nagyon ravasz ember, bírónő. A számítógépei automatikusan letöltenek mindent, ami bekerül a bírósági gépekbe. Amint jóvá hagyná a házkutatást, a hálózata már tudatná is vele. Ez rontaná az esélyeinket. Rendben van. Az adatok értelmében reggel 6 óra 5 perckor behatolhatnak a helyszínre, hogy elvégezzék a házkutatást. Sok sikert. Oké, indulás engedélyezve. Mindenkivel van kapcsolat? Azt hiszem. Ne csak hit, hanem tudd, Alex. Nem akarok felesleges lövöldözést. Csendben intézzétek el. Értettem? Értettem, uram. 16 órára várlak meghallgatásra. Minden jó. Oké, hallottátok. Semmi lövöldözés. Jól van, uraim. 6 perc múlva lép hatályba az engedély. Indulok. Szerintem egy kicsit korai még. De ne törődj ezzel. Csak akkor visszük el a gépeket, ha már legális. Mozogjunk. Jó reggelt, Vietnám. Zöld Charlie a helyén készen áll. Piros Charlie indulásra készen. Jól van, Piros Charlie. Zöld, kezdjétek a hadműveletet. Kezdjétek a hadműveletet. Megvan a cél, uram. Nagyon jó, őrmester. Jól van, John. Értettem, Piros semmi lövöldözés. Bemértem két tüzelőpontot a lépcső tetején. Megvannak! Nem tudod szedni őket? Nem, minden nem! Szóval elakadtunk itt jobb oldal. Nem tudunk tovább menni! Ismétlen, nem tudunk tovább menni! Nekem kéne elől mennem, uram! Az öreget megy elől, örmester! Kompától és a bandája. Tessék! Itt van a banda. Még nincsenek. Látod a videószámot, az nagyon jó. Segít! Hey.
Ebből is látszik, hogy a célzási technikám idején. És akkor mit csináljunk? Az átcsúszóba lesz az. Megerősítve. Gyerünk, argoccázzunk egy kicsit. Itt vagyunk, Starsky és Hutch. Valaha azok voltunk. Hová mentek? Gyerünk! Örömmel látom, hogy egyikünk még tud lőni. Alex a fal! Alex a fal! Nincs bejárat! Mindjárt lesz! Ugrásra felképül, nyugod! Na most aztán bejutott. Remélem maradt valami éppen. Jól van, Jay, bemegyünk! Jól van, srácok, jöhettek biztosítani. Értettem! Vettem, kék vezér! Most bemegyünk! Jay, ezek már törölnek is. Gyorsan, pörögünk! Holló, piros Charlie, vétel! Az ellenség tüzet nyitott. Vétel, ellenséges tűz alá kerültünk. Főnyereményben vagyunk. Oké, fut a dekódoló program. Meg kell találnom a kódot, mielőtt letölthetném az adatokat. Te biztosítsd a helységet, Alex! Lehet, hogy már kicsit késő, de... Milyen gyorsan dolgoznak a csipjeid? Ugyan kérlek, tudod, hogy ez államtitok? Oké, oké, meg vagyunk! Alex, az ajtó! Nem! Elvesztettem! Hallotok? Elvesztettük. Minden netőrség, Quantico, Virginia. Jól vagy. Steve már vár téged. Nincs elragadtatva. Most szálltam le a gépről. Várhat még. Úgy tudom, Davidson már telefonált neki. Hiába a rossz hír gyorsan terjed. Jay itt van már. Két hamis személyi szám használat a Quantico titkos websájtján. Forrás az Előrejtetben a biztonsági számítógépei túlterheltek. Küldjetek védőcsapatokat. Megpróbáltak behatolni a pénzügyminisztérium gépébe. Megkezdem az elkövető felkutatását. Mi van veled? Na, jól vagyok. Nincs miért aggódni. Analizáltuk azt a kevés adatot, ami megmaradt. Nincs semmi, a nagy részét letöltöttük. Ha csak persze nem, Stompátó vacsora rendeléseit akartak. Hol van az a gazember? Megtaláltuk a Las Vegas-i szállodájának a saját szatellit kameráin. Tegnap este 9 óra körül. Tartsátok rajta a szemeteket, azt is tudni akarom, ha csak a szobapincért hívja. Hé, Jay, az INL van a 23-as vonalon. Ezt emlegetik a nap főhíreként. Tedd a kivetítőre. Jó estét, Helen Burke vagyok. Mai híreink élén a Los Angeles-i maffia leleplezésére irányuló netőrség razzia további következményei. A legfrissebb hírekkel Megan Michaels jelentkezik élőben a Fehérháztól. Miközben rendőri túlkapással és túlzott fegyveres erőbevetésével vádolják, az FBI igazgatója a mai napon zárt ajtók mögött tárgyalt az elnökkel. Köszönöm, hogy beverted az utolsó szöget is a koporsomba. Hölgyeim és uraim, a feleségem. Csak volt. Amit Los Angelesben tettünk, szükséges és helyén való volt. Még mindig sokan hiszik, hogy a számítógépes bűnözés vásod gyerekek otthoni játéka. De az igazság teljesen más. Napjaink leggátlástalanabb és legveszélyesebb bűnözői eszközként használják az internetet. Jól beszél. Ha bár nekem kellett neki megmondanom, mit mondjon? Meddig akarsz még váratni? Bocs, Steve, éppen csak... Azt hiszem, ezért sem kapunk elismerő válveregetést. Nem volt túl sok választásom. Ezt később megbeszéljük. De most itt várnak a tárgyalóteremben. Tudsz még improvizálni, ugye?
Steve? Alex? Az elnök vezérkari főnöke is eljött kérésemre. Ez nem politikai beavatkozás. Sokkal inkább a féle szükségszerű vizsgálódás. Azt hittem, itt mind barátok vagyunk. Nincs szükségem rendre utasításra. Azt én döntöm el, hogy itt maguknál mire van szükség, D-parancsnok. Szeretnék gratulálni maguknak, fiúk, a sajtócirkuszhoz, amit csináltak Los Angelesben. Szeretnék, de nem tehetem. Mivel az Egyesült Államok elnöke fújtat, mint a bika a vörös posztóra, mégis mit képzeltek? Mit akarnak csinálni? Újra kezdik az öböl háborút? Csak annyi erőszakot alkalmaztunk, amennyi az önvédelemhez kellett, uram. Howard ezredes elvesztette egy emberét. Michaels parancsnok helyettes örülhet, hogy ébbőrrel megúszta. Mindezt miért? Nem szerezték meg az anyagait, pedig ez volt a cél. Viszont sikerült a berendezést tönkretenni. Most már meggyengítettük. Nem sokára elkapjuk. És akkor már csak Leung Cheng üzelmeivel kell foglalkoznunk. Meglátjuk. Egyébként jobb, ha tudják, hogy borotva élen táncolnak. Behatoltak az engedély hatályba lépése előtt. Ebben nem vagyok biztos. De ha mégis így lenne, észrevette valaki, hogy mi úgy harcolunk ezek ellen, hogy az egyik kezünk hátra van kötözve. Hátrább az agarakkal. A legfelsőbb bíróság kellő hatalmat ad maguknak. Maguk komputerzsaruk rendesen megnehezítik a többi rendfenntartó életét. Tehát, ha még egyszer az életben nem hatályos engedélyt használnak, bőrátültetést kell végezni a seggükön. Ennek ellenére maguk egy csapat rendes srác és lány, és 1000%-ig magukkal vagyok, amíg távol tartják az elnököt a hátsó felemtől. Miért nem épített falat maga köré? Ez nem vicces. Valamennyien az elnök kedvére akarunk tenni. Tudjuk most már ezt magunk mögött, és tekintsünk előre. És ha legközelebb megint ekkora raziába fognak, tegyenek egy szívességet. Ne üres kézzel jöjjenek vissza. Nem engedhetünk meg magunknak ilyen alapos elővizsgálatokat. Igen, asszonyom. Jó napot. Jó estét. Davidson jól seggbe rúgta Knightot. Nem valami szép látvány. Knight meg engem rúg seggbe. Nem éppen álmaim asszonya. És azt hiszem, most én is seggbe kell rúgjalak téged. De őszintén szólva inkább foglalkozom a linguini alla vongolával. Nincs finomabb bor a világon, mint egy jó toszkánai Chianti. Mit gondolsz erről az új ázsiai lehetőségről? Leung Chengre gondolsz? Azt hittem, szicíliai kapcsolaton alapul a dolog. Leung Cheng azért van ott, ahol mert ért a számítógéphez. Nem annyira ostoba a bűnbanda, ha pénzszerzésről van szó. Az internet a szervezett bűnözés melegágya. Érted, hogyan is válhatna még szervezettebbé? Néha úgy érzem, a technikai fejlettségünk meghaladja az erkölcsi fejlettségünket. Visszasírom az időket, mikor ha levelet küldtünk, olyan régi jó postabélyeget ragasztottuk rá. Vedd úgy, hogy seggbe rúgtalak. Hogy mész haza? Á, majd fogok egy taxit. Jól van, pihent ki magad. Majd holnap reggel folytatjuk. Oké. Steve, köszönöm a segítséget. Holnap találkozunk. Viszlát holnap! Benet 43. Maga szerint mi ez? Valami közműjavítás. Biztos ezért ilyen üresek az utcák. Menjünk, ne törődjön a lámpával! Olvasd be a helyet a Virgil helyzetjelzőjéről. Én nem tudtam megfogni. Úristen! Forduljon meg, vissza kell mennünk!
Nagyon sajnálom, uram, de lassan befejezem a napot. Lépjed a gázra, ember! Elveszettük lehet és csekket. Hárman vannak. Nagyon lőnek. Egyenesen tovább, gyorsan! Bocsánat, úgy látom, lezárták az utat, uram. Csak vigyed olyan közel, amennyire lehet. Gyerünk! Május 16-a. Mindenki hiányozta szertartáson. Adod a zenétől, meg a gyászbeszédtől nem lennék jobban. Egyedül akartam lenni. Mondani egy saját imád Steve lelkéért. Olyan értelmetlen az egész. Nem vagyok ijedős. De ez tényleg megrémített. Akár te is lehettél volna. Figyelj, Johnny, nem avatkozom az ügyeidbe. A nálad történt incidens szerencsétlen, de elkerülhetetlen volt. De ha megtudom, hogy az FBI elleni merénylet a netőrség vezetőjének meggyilkolása a te bosszúd volt, nagyon szomorú leszek. De hát pont ezt mondom, de nem hallgatsz meg, nem én szerveztem. Steve D. megölése nem állt volna érdekünkben. Jobb az ismerős ellenség, mint az ismeretlen. Igen, persze. Mint ha kisé szemtelen volnál. Nem akartam tiszteletlen lenni, keresztapa. Jó. Fogd szorosan az üzleted, mert különben mindannyian megjárjuk. Kérésed parancs, keresztapa. Kérésed parancs. Utána jártál a dolognak, Salvatore? Igen, Don Cheng. És? És ön is tudja, hogy nem megbízható. Stompato egy hülye. Nincs benne tisztelet. Jegyezd meg ezt a napot, Salvatore. Sokáig érezzük majd a hatását. Akarja, hogy intézkedjek? Ha eljön az ideje. Ha eljön az ideje, Salvatore. Furcsa kéréssel fordultak hozzám, Don Cheng. Nem ismeri William Stiles? Nem szokta látni a hírekben? Dehogy nem. Ki ne ismerné a Genus Dos megalkotóját? Zseni, egyértelműen zseni. Lehet, de találkozót kért öntől. Ha ön is úgy kívánja. Ki vagyok én, hogy visszautasítsak egy zsenit? Szervezd meg! Nos, az elnök nevében szólva, és a magam nevében is mély megrendüléssel hallottuk, hogy elvesztettünk egy barátot és hazafit. Steve Day remek ember volt. Bárki is tette ezt, állja ki a pokol kínjait. Nincs kegyelem, nincs haladék. Nos, mit tudnak mondani? A fogaik alapján azonosították a sofőrt és a testőrt. DNS vizsgálattal megerősítették a parancsnok halálát. Ennyi, ami maradt. Alexnek sikerült ennyit felvenni Steve Virgil adóvevőjéről. Mayday, mayday! Tűz alá vettek bennünket!
Olvasd le a helyet a Virgil helyzetjelzőjéről. Én nem tudtam befogni. Ez kevés a továbbiakhoz. Tisztán látni, hogy az egyik ember elment, a másik meghalt. De az is lehet, hogy életben maradt és tud beszélni. Származása? Ázsiai. Valószínűleg kínai. De ez minden. Nincs nyilvántartva, nincs társadalom biztosítása. Ebből arra következtethetünk, hogy import. Szóval Leung Cheng bandája, a Janelli család. Igen. Érdekes, hogy őt említi. Utoljára róla beszélgettem Steve-vel, és én is először rá gondoltam. De most már nem úgy gondolja? Nagyon kidolgozott támadás volt, de nem a maffia stílusa. Egyébként tudják, hogy Steve halálával nem szűnne meg a szervezetünk, csak azt érik el, hogy megsokszorozzuk az erőinket. Ez ronda ügy. Ronda ügy, fiúk, lányok, nagy horderejű nemzetbiztonsági ügyről van szó. Meg kéne fogni még most, mielőtt járvány lesz belőle. Ez szerint a disznó a maga óljában van, fiam. Gyorsan hozza a szalonnát. Igen, uram. Azt hiszem, jár a gratuláció. Köszönöm, asszonyom. Maradjon, Alex. Miről lenne szó? Steve gyilkosainak felkutatása hivatalosan a netőrség hatáskörébe tartozik, mely mostantól az ön parancsnoksága alatt áll. Ezennel kinevezem parancsnoknak. Nem tudom, mit mondjak. Nem kell, hogy bármit is mondjon. Az ön vezetésére van szükség, Alex. Gratulálok. Büszke voltam, hogy Steve Day volt a főnököm. Mint mindenki. És most az igazgató megbízott minket, hogy bíróság elé állítsuk a gyilkosait. Feladatunk van. Egy feladat, amire Steve képzett ki bennünket. Hadd legyen büszke rá. Gridley, Fiorelli, Howard az irodában. Oké. Tony és én most átmegyünk a kórházba, és kikérdezzük a gyanúsítottat, ha eszméleténél lesz. Jay, szeretném, ha te továbbra is nyomás alatt tartanád a Stompátú családot. Oké. Howard, egyeztetnéd a helyszíni törvényszéki jelentés Jim Fox embereivel a nyomozóiroda másik feléből? Igenis, uram. Fiorelli különleges ügynök. Nem ismerek nálad kifogástalanabb ajánlólevéllel és jobb aktákkal rendelkezőt, aki a jogutódom lehetne, mint a netőrség parancsnok helyettese. Köszönöm, Alex. Azt hiszem, Steve is így akarta volna. Gratulálok, Tony. Gratulálok. Akkor azt hiszem, ez most már a te irodád. Adjam itt neked a minigolfot. Akkor azt hiszem, az lesz a tiéd.
Első találkozásokon, de maga kivételes ember, Mr. Stiles. Megtiszteltetés. Ó, nem. Én vagyok megtisztelve. Tudunk itt beszélni? Teljes mértékben. Ez itt Mopanzer, a konciliere. Salvatore Ugazzo, az alfőnök. Hé! Hey. Nincs szükségem fegyverre. Tessék. Szóval, miről akart beszélni vele? Nos, lenne önnek egy ajánlata. Már a gondolata is rendkívül hízelgő. Be kéne jutnom egy bizonyos washingtoni épületbe azzal a céllal, hogy átprogramozzam az egyik gépüket. Igen. Nos, nem lesz egyszerű dolog bejutni oda. Ezért gondoltam, hogy ön és a szervezete rendelkezhet a szükséges szaktudással. Tudja, az új böngésző programom, amit a cégem nemrég mutatott a Janus, rendelkezik néhány egyedi tulajdonsággal, amelyekről sem a kormány, sem a vásárlók nem tudnak. És hogyan lenne érdekelt az én szervezetem? Nos, ezek a tulajdonságok lehetővé teszik az internet fölötti nagyobb uralmat, és így különleges üzleti lehetőségeket nyújtanak nekem, és önnek is. A hatalom jó? Igen. De mielőtt megvalósíthatnám ezt a tulajdonságát, meg kell szüntetnem néhány akadályt, és pontosan itt kerül ön és a csapata a képbe. Együttműködésükért cserébe hajlandó vagyok példanélkülálló hozzáférést biztosítani bizalmas információkhoz. Megvitatjuk a javaslatát. Nagyon szeretném, ha meg tudnánk állapodni, és hogyan biztosíthatnám ajánlatom komolyságáról? Nos, lenne egy kis ügy Vegasban, amit elintézhetne. Tegyen nekem egy szívességet, amíg megfontolom az ajánlatát. A hasonló gondolkodás zálogának tekinteném. Köszönöm a drága idejét, Mr. Stiles. Én köszönöm. FBI netőrség, Quantico Virginia. Uram, a kocsi előállt! És maga kicsoda? Uram, Telmis tüzérőrmester, Howard ezredes jelölt ki az ön sofőrének. Hát egy-két közlekedési kihágáson kívül eddig egész sikeresen elközlekedtem magam is. Uram, a kijelölésem a netőrség 44. cikkelyének 6. paragrafusa alapján a következő. Az ügynökség a parancsnok vagy megbízott személy számára biztosítja a teljes biztonságban való utaztatást, illetve a fent nevezett személy fizikai védelmét bármilyen hivatalos ügyben történő utazáskor. Idézet vége, uram. Én vagyok ez a védelem. Nos, ez megnyugtató. Csak utánad. De őrmester, Gami. Igen, uram. Pihenj. Parancsára, uram! Érted? Moshatja a szennyesemet és süthet nekem kacsát, de ne dumáljon bele az üzleteimbe! Mi a fenét tud az üzleteimről, nem? És kitalálta ki, hogy egy kínai, beérkezett ember legyen. Érted? Hát ez aztán dígyértes ötlet, mi? Most aztán itt ülök és nyalhatom a seggét. Hé, főnök! Mi az? Megjött az ebédje, főnök. Már épp ideje volt. Figyelj, most mennem kell. Megjött a csajom, érted? De nem hagyom ennyiben. Elég tételt akarok, érted? Jó, neked is. Julia, ki te magáért? Hol rejtegetett eddig téged, kicsi? Új vagyok. Csak most kezdtem. Gyere már. Várok rád. Gyere ide. Védekezned kell. Johnny Stompato nem hord kesztyűt. Van nálam egy. Mondtam már, hogy nem kell. Az Egyesült Államok elnöke és Katie Lee Hollywoodba megy. A trauma a mellkas felső részén izolált. Még egy pár centiméter és a helyszínen meghal. Nagyon szerencsés.
Itt azt írják, jó állapotban van. Leginkább infúzión tartjuk a sérülés jellege miatt, de kapott fájdalomcsillapítót is. Eszméleténél van? Tud beszélni? Elvileg tud, de még senkihez nem szólt semmit. Még a nővérhez sem. FBI. Hallja, amit mondok? Gondolom, igen. Úgy tudom, nem szenvedett hallószervi károsodást. Tudom, hogy hall engem, barátom. Próbáljunk meg a legkevesebb szenvedéssel túlesni ezen. Tudjuk, hogy maga csak egy katona, bármilyen hadsereg is legyen ez. Segítsen nekem, és én is segítek magának. Ha együttműködik, magam intézkedem, hogy a legkorrektebb kihallgatásban legyen része, akár még mentelmi joga is lehet. Ide figyelj, te rohadék! Tudod, ki töltél meg? Tudod, ki? Válaszolj nekem! Hadd abba! De nem fogunk előbbre jutni. Nem rohalhatod így le a fickót. Hadd próbáljam meg. Mi vicsin gyinyiua. Bingo. Kínai a pasas. Mi viszui gonzo? Vondülösi, vúcácsá, vocsocsúja fadarettu, uncsi. Sikerült szóra bírni. És mit mondott? Lehet, hogy a nyelvünket nem ismeri, de a törvényeinket igen. Azt mondta, nem válaszolok semmilyen kérdésre, csak az ügyvédem jelenlétében. Jól van, vigyék át a szövetségi fegyház kórházába. Nem szeretném, ha bármi baja esnék ennek az embernek, nevezett akárminek. Köszönjük, doktor úr. Nincs mit. Még alszik. Joe, mit gondolsz, mivel kerül egy ilyen macon? Ne is álmodj róla, Jimmy, nem a te kategóriád. Miről beszélsz? Ez nekem fura. A főnök sosem alszik utána. Mindig éhes? Talán lefárasztotta, menjünk, nézzük meg. Főnök! Né, főnök! Főnök! Oh, Joey! Jaj, ne! Állítsátok meg a szőkét a bundában! A gyors lifttel megy lefelé! Kapjátok el! Köszönöm, uram! Mi a helyzet? Stompátót hazavágták. Biztos, hogy bérgyilkos tette? Hát, nem szívroham volt. Inkább egy prosti, egy hangdompítós 9 mm-essel. Legalábbis Stompátó forgalma ezt jelzi. A Vegas-i egység megtaláltam el? Nem, még nem, de azon vagyok. Ezzel ő lekerült Steve lehetséges gyilkosainak listáján. Nem feltétlenül, de az biztos, hogy most Leung Cheng ugrott az első helyre. Szeretném, ha minden Stompátóra irányított forrásunkkal most Chenget figyelnénk. Bármibe is kerül. El tudod ezt hinni? Egy prosti? Ha prostit rendelt magának, biztos, hogy az internetet használta, ugye? Meg kell, hogy találjuk azt a lányt. Hogyan? Nevada állam szextörvénymódosítás 2005. Minden prostit nyilvántartásba kell venni. Figyeljetek, megszerzem az engedélyt a bíróságtól. Jay, a csapatot kezdje átnézni a szexoldalakat. Hogy sajnállak. És ne felejtsük el a virtuális bordélyokat. Hallom, van ez az új Lonnie Anderson féle. Csak úgy hallottam, oké? Nem vagyok kliens a Cheng kupiainak. Akkor legyél. Tony, állj rá Cheng kisebb vállalkozásaira, ne a nagyokra, épp csak annyira, hogy elterelje a figyelmét arról, hogy a nőt keres. Bookmakerkedés, kisebb pénzmosási ügyek, repülőjegy mahináció. Pontosan. John, gondold ki, hogy fújjátok fel, amit Tony talál. Meg lesz. Már csak egy kérdés maradt. Mi van, ha nem Cheng az? Hé, te aztán jól nézel ki. Pont olyan vagy, mintha élnél. Hát köszönöm. A TIA 1200-as modellező programmal készültem. Majdnem hibátlan a kivitelezés. Nem gondolod? De, nagyon jó. Bemutathatlak a lányoknak? Én
Kérdőzzel nálunk nyugodtan. De ne feledd, a hitelkártyádról vonjuk a pénzt, mióta beléptél a szobába. Reméltem, hogy lesz majd valaki... valaki olyan, mint te. Hát, ez nagyon kedves. De pillanatnyilag abban a formában nem vagyok elérhető. Mit szólnál mondjuk Drew Barrymore-hoz? Jó lesz. Az emeleten. Balra a harmadik szoba. Figyelj, ha esetleg mégis lehet veled is. Balra a harmadik szoba. Oké. Okay. Hé, te nem vagy túl jó. Honnan tudod? Még ki sem próbáltál. Úgy értettem, hogy nem hasonlítasz rá. Tudod, azért is fizet, ha csak nézel. Mi a felét csináltok itt, fiúk? Elszúrtátok a razziámat! Ugyan már, mozdulj rá! Nézd! Nekem megvan, ami kell. Le kéne vetkőznie, hogy jogos legyen a dolog. Azt gondolod? Nem, én azt gondolom, hogy megvan, amit akar. Jay, ne törséges hatalmaddal élve, menj tovább. Nem érünk rá bohóckodni. Igazad van, bocsánat. Akarsz velem beszélgetni? Medcom, egyes szintű riadó. Egyes szintű riadó. Fogalmam sincs. Nem tudok belépni, nem tudom irányítani. Ez meg mi az ön? Nem tudom, de végig sögri a rendszert ellenőrizetlenül. Nem tudod felülírni. Semmi válasz, teljesen újra kell bútolnunk. Oké, meg vagyunk. A tűzfalak érintetlenek. Ellenőrzöm a backfile-okat. Semmi, úgy látom rendben vannak. Tönkre ment, vagy hiányzik valami? Semmi. Minden rendben. Fogalmam sincs, mi lehetett ez, de nem hagyott nyomot. Mennyire kiterjedt? Hát úgy látom, elég simán átment a rendszeren, ezek szerint jó mélyen fut. Ez egy világklasszis hacker volt. De hát ez lehetetlen. A retrovírusom megakadályozta volna. Vagy csak nem tanulták be a felhasználói kézikönyvünket, amihez mindössze pár év kellene. Jó. Futtassatok minden base programot. Teljes helyzetjelentést kérek, nem lehet ekkora rendszervédelmi hibánk. Ha hozzánk bejutottak, bárhová bejutnak. Nézd, mennyi veszteség. Mi történt a kapcsolattal? Nem tudom, Don Cheng. Ennek maga a szakértője. Meg kell határoznunk a kár mértékét és természetét. Az ilyen dolgok rengeteg pénzünkbe kerültek. Igen, így igaz. Lehet, hogy a netőrség az? Legálisan nem szólhatnak bele az üzleteinkbe. Ezek legális üzletek. Stice megsértett. Közöljétek vele, hogy már nem érdekel az ajánlata. De keresztap... Csináljátok! Az internet kontroll teszt már elsőre tökéletesen működött. Most kipróbálom a műholdas hálózati kapcsolatokon. Ne akarj túl sokat. Előbb a telefonvonalas összekötetéseken próbáld ki, ne keltsünk pánikot. Igen, uram. Igen? A termesz problémát megoldottam. Tényleg? Remek! Ezzel elégedett lesz a barátom, Don Cheng. Gondolom már kiegyenlítette a számlámat. Igen, így van, és rögtön ki is fizettetem. Lenne még egy ügy, amit szeretném, ha megoldana. Mi lenne az? Egy bosszantó washingtoni ragadozó. Hívjon fel, ha odaért, és tudatva magával a részleteket. Már is indulok. És azt hiszem, Toninak igaza van, Mrs. Fiorelli. Maga tökéletes anya. Na, hogy azt mondja. De ha annyira jó vagyok, miért nem házasodtatok még össze? Valamit csak elrontottam, nem? Mama, miket? Mama, hagyd békén a srácot. Miért? A nővére egy már férjhez ment. Még nem. Jó, majd csak szeptemberben. Nem válthatnánk témát, mama. Mondja, Alex, maga férfi. Válaszoljon nekem. Nem szereti az én Tonit? Mama, hallod, miket mondasz? Szerintem a maga Tonia a legtehetségesebb, a legmagabiztosabb ügynököm az egész gárdában. Egész,
egész félelmetes. Látjátok? Talán a legtöbb férfit elijeszti. Mit akar mondani, hogy ijesztő a lányom? Nem, de hogy ijesztő. És amikor minden szentekkor kalóznak öltöztél? Az ijesztő volt. Ülj a helyedre, mert Tony nénéd megijeszt. Ne cukoljátok a hugotokat. Tony a kalóz. Mi baja van? Adj neki egy kis édességet, biztos azt szeretne. Minden virtuális jog. És a kínai keresztapa kellőképpen le volt nyűgözve, hogy gyorsan cselekedtünk. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a csengügy lefutott. Nem akarja szállítani az árut. Miről beszélsz? Nem adja meg a segítséget, amit kértünk. Úgy tűnik, azt hiszi, te tehetsz az internet balesetről, és nem köt veled üzletet. Szórakozol velem? Fizetek azért, hogy elintézem a piszkos ügyeit, ő meg visszatáncol? Hát, mondhatom, nem túl okos gyerekek. Gazemberek. Egyáltalán miért javasoltad a maffiát? Csak gondoltam, érted? A Kennedyék meg elég jók voltak, hogy kikészítsék Castrót, nekünk is megfelelnek. De nem így van. Ennyit a betyármecsúlyt. Hé, mit csinál? Lépj ki, öreg! Ez az oldal vonza a diliseket. Szóval, hogy fogjuk megúszni ezt a betörést? Hát, tudod, a múltkor majdnem elveszítettem a kiaimat a Steve Day ügyben. És tudod, átvitték a Westover fegyházba. Na nem tudom, hogy tudja tartani a száját. Szóval azt hiszem, hogy vagy ki kell hoznom onnan, vagy ki kell szöktetnem. Nos, ha kiszöktetem, van oda benne egy csomó barátom, akinek megvannak a maguk eszközei a kormány ellen. Neked teljesen elment az eszem. A Westover fogalom. Nem tudod kihozni onnan. Miben fogadunk? A mamád igazán nagyszerű, de kötelességének érzi, hogy etesse. Az az élete, hogy eteti a családját. Hé, Tony. Csak vicceltem. Mi baj van? Muszáj volt azt a megjegyzést tenned vacsoránál, az anyámnak? Mit mondtam? Azt, hogy elijesztem a férfiakat. Te félsz tőlem? Nem, dehogy. De ha beosztottam vagy. Ó, és akkor visszajönnél a rangoddal? Nem így értettem. Csak azt mondom, hogy a legtöbb férfi nem tud bánni az erős nőkkel, és te éppen ebbe a kategóriába tartozol. És te melyik kategóriába tartozol? A legtöbb férfiébe? Nem. Abba a csoportba, amelyik megőrül, érted? Egész éjjel akarom csinálni. Meg egy csomó minden mást is. Nem szeretném a félreértenél, de az új beosztásod valahogy felizgat. Azt hiszem, pert indíthatnék szexuális zaklatásért. Igen. Oh, Gani odakint vár rád. Hát, az ő szempontjából ez hivatalos ügy. Ráadásul a világért sem okoznánk anyádnak csalódást, ugye? A remek időzítés. Mi van? Főnök, még egy betörés történt. Biztos, hogy nem rendszerhiba? Biztos. Egy szándékos hiperlink, ugyanaz, mint a múltkor, csak most az optikai kábelen. És azt üzenik, hogy maradjanak velük. Ezek hencegnek nekünk. Jól van, figyelj, azonnal kapcsolódj vissza. Visszamentem, de fogy az energiám, szerintem elment a rács. Igen, lemerültünk. Jól van, átkapcsolok biztonságira. Figyelj,
Nem tudom, milyen stabil ez a kapcsolat. Jobb, ha ide jössz. Szóljak Toninak? Ne, itt van velem. Épp most hoztam haza. A fenébe. Itt is kiment a villany. Figyelj, hozd be egy külső vonalat. Nézd meg, van-e adás. Menjünk. Mi csak 30 másodpercre kapcsoltunk szét, de már is több áramkimaradásról kaptunk hírt, és néhány veszélyes helyzetet is jelentettek. A fennakadások az államok közötti internet kapcsolatban hatalmas torlódásokat eredményeztek, különösen az északkeleti csatornán Bostontól Washingtonig. Azt állíthatom. A történtekről részletekkel jelentkezik Dennis Doty Baltimore-ból. Bejövő szövetségi hívás. Sandra Knight igazgatónő hívja Michael parancsnokot a 6-os csatornán. Alex, mi történt? Mindenhonnan áramkimaradásokat jelentenek a kórházakból és a katasztrófa elhárításból. Van ennek köze az internethez? Nem állíthatom teljesen biztosan, de úgy tűnik, hogy van. Kapcsolatban álltam és állok a központtal, ahová épp most igyekszem. Értesítem a fejleményekről, amint odaérek. Ez minősíthetetlen. Válaszokra van szükségünk, de azonnal. A vezérkari főnök a kezdet. Davidson hív a másik vonalon. Biztosan szolgál majd néhány körülményes magyarázattal a történtekről. Hívás befejezve. Elvesztettem a jelet. Gani, próbáljon meg eljutatni minket oda. Lennie kell egy kerülőútnak. Nincs, uram. Attól tartok, elakadtunk. Negyvenhárman meghaltak a légi balesetben. Minden banki tranzakció, ahol optikai kábelt használtak, megszakadt. A Vörös Kereszt jelentette, hogy elvesztették a kapcsolatot a vérbankokkal. Ez komoly. Nem is szólva az önjelölt lottógyertesekről, akik boldogan begyűjtötték a bankautomatákból kiömlő bankjegyeket. A bankok nincsenek elragadtatva. Nézze, asszonyom, senki sincs elragadtatva. Nem jó az így, fiúk, lányok. Mindannyian itt voltak már korábban, kivéve az elnök embereit, és mindvégig a kengyelben tartottam a lábam, és a seggemből jövő fénynél kerestem a magyarázatot. És most talán megvan ez a magyarázat. Eddig csak okoskodni tudtunk. Az összeomlás nem terjedt ki az egész rendszerre, csak a háló sérülékenységét tesztelték száloptikás vonalakon keresztül. Más szóval nem volt véletlen, sőt, szerintünk sokkal inkább irányított csapás. Hű, micsoda üzernek lehetnek itt. Jól van. Ki áll a dolog mögött? Nem tudjuk. Még nem. Senki, akit ismerünk, nem tud ilyen mélyen behatolni a rendszerbe. Várjon csak. Már túlságosan beleástuk magunkat, hogy most ilyen tartózkodó legyen. Ki az? Jól van, nézze. Megnéztem Steve Day nyitott aktáit, és megnéztem a névjegyzékét. Tudja, indítékok, belépése, kapacitás, rejtek hely. Összesen 11 címszó van. Futtattam ezeket nagyszámú gyanúsítottan, és csak egy név bukkant fel egynél többször. Pontosabban ugyanaz a név jelent meg 11-ből 9-szer a lista tetején. Will Stiles. Az elnök barátja. Mindegy most már. Jó, szóval akkor... Mindjárt ezután, a megbeszélés után. Teljesen lenyomozzuk Stiles-t. Ezt nem hallottam. Micsodát? Westover szövetségi börtön, szigorított részleg, Maryland. Hey, Jackie Chan! Jött neked egy levél. Az összeomlás, Steve meggyilkolása. Kell lenni valami összefüggésnek. De mi az? Tony, én... szeretném, ha megszereznéd nekem Steve aktáit.
felhúzhatjuk a humán erőforrást. Ne, annál többre van szükségem. Kell egy személyiségindex. EKG, DNS vizsgálat, szóval az egész sorozat. Mire? Talán Steve tud mondani valamit. Azt hiszed, fel tudod építeni a másolatát? Sajnos most elakadtunk. És talán valahol Steve digitális életének a rejtekeiben megtalálhatjuk a választ. Alex, nem törvényes dolog bizalmas aktákból felépíteni egy ember mását. Életfortiglant is kaphatsz. Tudom, hogy hiányzik, de nem támaszthatod fel. Azért megpróbálhatom. Humán erőforrás, személyzet. Jelenlegi dolgozók adatbázisa. Dolgozók retina képei. Elvitte a cica a nyelvet. Melyik lenni cellád? Ki akarja tudni? Mondd meg! B-szektor, 302-es cella. Lenni Tyler barátja? Hogy Tyler? Hát ültünk együtt egy ideig. Én ti ketten ne beszéljetek! Itt van lista többi emberről. Szólj nekik, holnap éjjel megyünk. Mi a fenéről beszélsz? Azt mondtam el a kerítéstől! Szia! Nem felejtettél el valamit? Nem. Suzy szüli napja van. Jaj, ne. Jól van? Hát persze, itt van a rokonság, nagyon jól játszik a barátnőivel, de megkérdezte, hol vagy? Megön, rettenetesetem volt, te is tudod. Elvihetném holnap valahová? Persze. Suzy! Mit gondolsz, ki keres telefonon? Alex, nincs kártyád? Kész van már a tórta. Mindjárt kész. Szia, apa, hol vagy most? Boldog szülinapod, drágám. Jól érzed magad? Nagyon, mindjárt teszünk tortát. Ninától kaptam egy Luke Skywalker babát, tudod, a csillagok háborúja 7-ből. Hol vagy? Otthon vagyok. Tudod, sok gond volt a munkámmal a héten. Bocs, hogy nem tudtam elmenni a bulidra, de anyával megbeszéltem, hogy holnap eljöhetnél velem egy különleges estére, csak apával. Mit szólnál hozzá? Jó, mennem kell, apa. Tudhattad volna. Te csak egy másolat vagy. De valódi fájlokból készültem.
és a tudásbankom azt mondja, csak te férhetsz hozzá. Csak idő kérdése volt. Hihetetlen, hogy sikerült. Olyan vagy, mint Steve. Látványra ugyan kicsit. A megjelenítésen fejleszthető, ha installálsz a virtuális valóság websájtomon. Nagyon interaktív vagy. Az igazi Steve D anyaga alapján készültem, úgyhogy kivéve az érzelmi tartalmakat, mivel olyanom nincs, azt látod, amit eddig is. Szóval nincsenek érzéseid? Nincs lelked? Az ilyesmit nem lehet egy programban leírni, de a programom fel tudja dolgozni azt, hogy miért alkottál meg. Mert a segítségedet kérem, igazi csúdva. Azt hiszem, hogy... Sőt, biztos vagyok benne, hogy ott a válasz Steve emlékbankjában. Élt legnagyobb elnöke. Az ország megmentéséről egyszer azt mondta. Általános szabály, hogy az életet és a végtagokat meg kell menteni. Mégis egy végtagot gyakran amputálni kell, hogy megmentsük az életet. De bölcsen életet sosem adunk egy végtag megmentéséért. Az én adatbankjai ilyen gyöngyszemekkel vannak tele. Van egy nagy problémám. Valaki garázdálkodik az interneten, de nem hagy semmi nyomot maga után. Visszakereséskor találtál valamit? Nem, de használtam a szempontjaidat, hogy megtaláljam a lehetséges tettest, és mindig egy név jött elő. Will Stiles. Lehet, hogy megpróbálja lerombolni az internetet? Nem logikus. A hálótól kapja a hatalmat. Egyébként nem hiszem, hogy lehetséges lerombolni. De akkor mi folyik itt, Steve? Van valami elképzelésed? Alex barátom, azt hiszem, amivel most dolgunk van, az a technológia, amely gyorsabban fejlődött, mint ahogy ellenőrizni tudnánk. Talán jobb is lenne, ha valaki elpusztítaná. Honnan beszél most? Ne aggódjon, itt senki nem fog megzavarni. Ki az itteni kiszemel? A net őrségparancsnokát kéne felcsípnie. És ki az mostanság? Alex Michaels. Itt van a képe. Ezt tévesen vállalom. A bér a szokásos? Persze. A Westover fegyház közelében. Esti fog bajnia. Szóval, ahogy mondtam, szerintem ez a szövetségi terv sokkal jobb. Sokkal biztonságosabb. A nyugdíjtervezet is remek. Nem gondolja? Nézzen oda! Egy nő teherautója leszaladt az útról. Talán segíthetnénk neki. Miről beszél? Tudja, hogy nem állhatunk meg senki miatt. Azért, mert maga a Westoverben dolgozik, maga kivétel? Igen, én kivétel vagyok, úgyhogy popa be és álljon meg. Mit csinál ebben? Ne bántson! Nézze, van ott egy két éves lány. Azt mondtam, álljon meg! Jól van, most átvisszük ezt a csajt a kapun. Nem lesz semmi bántódása. Gondolom, elég filmet látott már, hogy tudja, mi lesz, ha nem teszik meg. Világos? Akkor jó, menjünk. Jól van, Gani. Vigyen az elvarázsolt erdőbe. Gani? Nézni még szabad. Csak értékeljük a természetet. Megvan az ajándék, amit kér. Jól van, még volt raktáron. Igen is, uram.
Nagyon tetszik majd neki, Gani. Köszönöm. Irány a buli! Kijelzésem van, egy ember megsérült, sürgősen el kell látni. Gyerünk előre! Követlek a biztonsági kameráinkkal. Ez fantasztikus! Maga csak gondoljon a lányára, hogy mennyire szeretné viszont látni. Minden kész? Igen. Akkor kezdjük. Biztos új még nálunk, nem ismertem meg. De. De ez Denkovszki. Örülök, hogy megismertem, de. Menjetek csak be, fiúk. Úgy 25 perc alatt ér ide ilyenkor éjjel. Itt lakik az út mentén Kingstonban. Nem hiszem, hogy meg tudja majd menteni ezt a fogát. Mit is mondod, hogy történt? Kódok letöltése. Bent vagyunk. Ez igen. Jane, nézd csak meg a fegyház biztonsági kameráit. Miért kapcsolódtak ezek föl a hálóra? Nézd meg a Westover-t. Thank you.
már megvan minden kapu. Mind a miénk. Nagyon ügyes. Ha ez tetszett, most ezt nézze. Ez nem igazság. Új motort kellett beletetetnem, egy teljesen új motort. Milyen évjáratú a kocsi? 2002-es, majdnem vadonatúj. Akkor téged átvertem. Nem, nem hiszem, mert olyan volt, hogy... Mi az? Mi ez? C-szektor 1-es az igazgatóiba. Nincs ellenőrző rendszer. Ismétlem, nincs ellenőrző rendszer. Általános vízjelző, nyomd az általános. Nincs semmi. Elvesztettük a kapcsolatot. Süketek vagyunk. Kézi vezérlésre. Mit találtál? Lehet, hogy semmit, de úgy tűnik, valaki belépett a Westover rendszerébe. Egy hacker? Lehet. Jelöld meg és keress rá. Hm? Kapjanak kódelsőbséget. Ha van ott valaki, ez csúnya lesz. Hello, én vagyok az új fiú. Te meg a hal. Hölgyem, meg se próbáljon ordítani. Jó kislány. Benne biztos, hogy ez színvonalas játék, de... Hát... Vége a játék. Nem rossz kicsim. Még négy hulla és tömeggyilkos vagy. Nem vagy éhes? Futtass egy felülíró algoritmust! Nyisd ki azt a kaput! Elvesztettem az irányítást! Magatoknak kell kitörnötök! Ne szórakozz! Van valami más szenzációs hír? Mutatom a szuperfelülíró programot. Ha el kinyitja a kaput, van esélyetek kijutni. Megint mi vagyunk fölül. Várjatok, amíg elhárítom az akadályokat. Megállt ugyan egy pillanatra, de most megint külső felülírást mutat. Jay, a pasast, aki Steve meggyilkolásában részt vett, nem itt tartják fogva? Atyám, igazad van. Aktiváld a BBPS-t. Biztos vagy benne? Az elég nagy sziréna. Ha ez a pasas benne van ebben, Alex is bajban lehet. Hívd Gunny-t, helyezzük biztonságba. Rendben. Betörés biztos parancsolt aktiválni. Aktiválva. Jó, ha mindkét kapot nyitva hagyjuk külön, de nem jutunk vissza a déli kapuhoz. Soros kötés, csak akkor nyílik az egyik, ha bezárul a másik. Igen, hát ez nem fog menni, az a rakéta kilövő. Fogd a kormányt, édes! Lássuk csak! A tornyok vagy a kapu? A tornyok! Atya Isten! Majdnem felülírtam a második kapusort is. Sajnálom, mert késő! Ez őrült!
nem rossz, mi? Tudja, hová indulnak? Tyler tud egy nyugodt, biztonságos házat. Ott hagyja csillapodni a kedélyeket egy pár napig, aztán értesít minket a honlapunkon. Addig tégy meg mindent, hogy beavatkozhass a fejvadászatba. Félelmetes lenne. Szívesen. Miben, hogy tudom mi ez? Egy 2005-ös, ugye? Mondtam anyának, hogy tudod, mit szeretnék. Nézd, bele van építve az új Janus böngésző program. Hogy ez milyen király? Egyébként remek oktatási segédeszköz. Igen, az. Tudod, Suzy, mostanában nagyon sok időt elvett a munkám, és tudom, hogy nem találkoztunk annyit, amennyit kellett volna, de megígérem neked... Tudod, apa, én szeretem Tonyt. Hogy nem jött velünk? Mert dolgozik. Most ő a helyettesem, egyébként is kettesben akartam lenni veled. És komolyak a szándékai? Hát, tudod, szeretem, és szeretek vele dolgozni. Ennyi az egész. Ő tett bogarat a fületbe. Utasítottak, hogy biztosítsam önöket, és térjünk vissza a bázisra. Sajnálom, drágám, hallottad, most mennünk kell. Valakinek a rossz fiúkat is szemmel kell tartania. De te jó gyerek vagy, Suzy Michaels. Nekem jó gyerekem van. Gyere! Ezt itt ne hagyd. Nem hagyom. Jó. Gondoltam első kézből, tőlem szeretné hallani. Kint vannak. Most már hamarosan léphetünk. Hamarosan. Ezt én fogom eldönteni. Lehet, hogy maga zseni, de ne felejtje. Maga tántal én figyel. Folytatjuk. Leroy Harwood Lebeau. 1998-ban börtönözték be, mivel részt vett három szövetségi épület felrobbantásában. Életfogytiglant kapott. Jerry Plummer, a Ku Klux Klan louisianai nagyvarázslója volt. 15 gyilkosságért és egy metodista templom felrobbantásáért ítélték el. Kerítsétek elő, Fandebert! Magam ellenőriztem a pasas retináját, és a rendszer kinyitotta a kaput. Pontosan ez történt. Orson Fowler, a legjó indulatúbb a csapatban. Életfogytiglan plusz 30 év hazaárulásért. Ő volt az a CIA alkalmazott, aki titkokat adott el az irakiaknak a második öbölháború után. Igazi hazafi. FBI Netőrség, Quantico, Virginia, 2005. május 23-a. Vezetője. Még én előttem. Az ötletet a Turner Naplók című könyvből vették. Timothy McVeigh bibliája, az oklahomai robbantói. Következő. Ó, és itt a mi régi barátunk, tudjuk, hogy ott kell lennie. Az egyetlen kapcsolat Steve Day megölésével. Nem értem, miért akarták kihozni, talán féltek, hogy beszél. Mi tudjuk, hogy nem akar. Legalábbis nem a mi nyelvünkön. Mm-hmm. Akkor tehát összesen 8-an vannak. Az egyetlen közös, amit felfedezek ezekben a gazfickókban, azon túl, hogy nincs vesztenivalójuk, az alkotmányunk mélységes megvetése. És egy árnyalatnyi megalománia. Szóval mit tudunk ezen a ponton? Ketten bejutottak a kapunk, betörtek a Westover biztonsági rendszerébe, aztán se kép, se hang. Jay, kezdjük a belépési kódok újra konfigurálásával. Ezeknek közük lehet a hálóinváziókhoz. Keressük meg a kapcsolatot. Ennek a kínainak van valami köze Leung Chenghez, a maffia főnökhöz? Talán annyi, hogy mindketten kínaiak, de... Mi van a többiekkel? Ajaj, már is elkéstem.
John, nézd meg, hogy a Westover biztonsági kamerái nem rögzítettek-e valamit, oké? Okay? És nézzük át a Mr. Chengről szóló anyagot is. Hallottátok, kezdjük. A két börtönjárművet elhagyottan találtuk 6 mérföldre a fegyháztól. Új lenyomatokat kerestünk bennük. Elfogató parancs van mind a 8 különösen veszélyes fegyveres ellen, és 5 államra terjed ki a körözés, melyet a helyiek és az állam irányít. Maximális megfigyelés alatt van a Dallas National, minden nagyobb reptér, valamint a vonatok és buszjáratok. Értesítettük a parti őrséget, és figyelik a Chesapeake és Delaware öblöket. Az embereim pszichológiai profilt készítenek mindegyikükről. Megkeresik a barátaikat, a közelebbi rokonaikat, stb. Ügynökeket építettem be a börtönbe, de nem hiszem, hogy túl messze jutottak volna. Más szóval semmi nyom. Uraim? Nos, mi találtunk 8 embert. Mind szociopata. Mind részt vettek már neonáci és kormányellenes bűnökben. Elnézést, öntől nem azt szeretnénk hallani, hogy kik, hanem azt, hogy hogyan tették. Hozzáfértek az összes számítógépükhöz. Ez nem teljesen így van. Figyeltettük őket. Akkor miért nem értesítettek? Megpróbáltuk. És tudja, szerintem jobb, ha nem kezdjük ezt a maga emberei dolgot. Én is ugyanígy megkérdezhetném, hogy egyáltalán hogy jutottak be, ha a maga különleges megfigyelői ott voltak. Na, álljunk meg egy perc. Hagyják abba! Azonnal. Bagoly mondja verémnek, hogy nagy fejű. 8 ember, 8 különleges ember, megszökött az egyik legbiztonságosabb fegyházunkból, aztán eltűntek, nyom nélkül. Ezért legközelebb is megválasztanak minket. És mit mondjak a sajtónak? Nézze, az biztos érdekli majd őket, hogy ez a szökés, amihez át kellett venni a komputerek irányítását, összefügg az internet összeomlásával. Ezt még korai megmondani. Ha a média megpróbálja összefüggésbe hozni a dolgokat, van rá esély, hogy pánik alakul ki. Én megpróbálnám kerülni a témát. Valóban. Köszönöm, parancsnok. Tudja, fiam, elég hosszú pórázra engedtük magát, de eddig nem mutatott fel semmit, csak egy marék tehénlepényt. Nos, a maga helyében én a saját dolgommal törődnék. Ne nagyon hibázzon. Mert ha a rossz fiúk elfoglalják az internetet, az magának nagyon fog fájni. Csak ön után. Tudják már, hogyan sikerült felülírniuk a biztonsági rendszert? Internet hozzáféréssel? Körülbelül mindent elmondtam már, amit erről mondani akartam. Nyilvánvalóan nem fogom kiszolgáltatni a nyomozás részleteit. Minden lényeges információt megkapnak a megfelelő időben. Ezt ígérem. Nagyon köszönöm, hölgyeim és uraim. Köszönöm. Lowell, magára vállalta valamilyen csoport a... Elnézést. Tudod, csak azért, mert már nem vagyunk házasok, még nem kell elvágnod a karrieremet. Ne felejtsd el, hogy fizetem a gyerektartást. Ez a pasas az úriemberes szövegével a mellébeszélés nagymestere részleges halláskárosulása van. Mit akarsz, mit mondjon? Sötétben tapogatózunk, azt se tudjuk miután. Idézhetem szó szerint. Milyen kedves. Ügyes művelet volt, és még mindig szédülünk tőle egy kicsit. Nem is egy szélsőséges katonai csoport telefonált a szerkesztőségbe, hogy magára vállalja. Ugye nem hiszel nekik? Miért ne? Mert tévedés lenne. Sokkal ügyesebben szivárogtak be, mint ahogy ezek a csapatok tudnának. Örülök, hogy helyre gondolom. Kevesebb, mint 1 perc múlva adás, és itt vannak a Davidson jegyzetek. Köszi. Figyelj, most át kell néznem ezeket, bár nincs túl sok. Azt hiszem, ezért hívnak a Fehérház démonjának. Nem ezért. Suzy jól érezte magát tegnap este. Nem annyira, mint én. Nem bántotta, hogy hirtelen el kellett mennem? Nem, de hogy nem volt baj. Elég okos, talpra esett leányzó. Akár csak az anyja. El tudnád vinni pénteken? Lesz egy interjúm az elnökkel. Ez az első nyilatkozata a Dolly Simmons ügyről, nagy fogás, mi? Persze, nincs semmi más dolga. Na is megtette. 3, 2... Maradjanak velünk. Hey. Köszönöm, Robin. Mozgalmas nap volt a mai, mivel a végrehajtó szervezetek találkoztak a Fehérházban. Üdvözlöm!
kedvezőjük a Janus technológiai vállalatnál. A kis ujjunkban van a világ. A Janus vállalat mind a szoftverek, mind a hardverek egységes és sokoldalú gyártója. William Stiles alapító irányítása alatt a Janus vállalat világszerte a tőzsdék első helyét foglalja el. Hatalmas bevétele van, és az új Janus internetböngészővel kétségkívül a jövő számítástechnikai cégévé vált. Ez volt az egyik első társaság, amely a Silicon Valley-től keletre költözött, és a Janus vállalat központja most egy 180 ezer négyzetméteres telken fekszik, a festői szépségű Virginiában, a nyugodt Potomac folyó mentén. Nem pusztán az a célom, hogy az új böngésző programunk erejét és nagyságát fitoktassam, hanem szeretném megmagyarázni, milyen hasznos ez az átlagembernek. Voltaképpen lenne egy ajánlatom senki önnek. Senki sem kérdőjelezi meg, mekkora előrelépés az új böngésző Will. A versenytársai csak azt szeretnék, ha az ő termékük az önével egyenlő feltételekkel indulhatna a piacon. De magasabb áron, Dendrich szenátor. Integrálni szeretném a Janus böngészőt az operációs rendszerembe, és a vásárlónak nem kellene külön megfizetnie. Mindenkinek ez az érdeke. Megértem, Will. De néhány kollégánk szeretné eltántorítani ettől. Nos, remélem ön nem tartozik közéjük. Elmondom, mit ajánlok. Szeretném eljuttatni a hardvert, a már benne foglalt Janus böngészővel együtt. Minden egyes iskolába, bármely körzetben essen is az. A legkorszerűbb gépek, melyek okosabbá teszik gyermekeiket. Magának megy ez a játék, Will. Nagyon megy. Talán azért, mert szeretem. Elnézést. Igen? Mondd meg neki, hogy nem érek rá, majd később visszahívom. Most pedig jöjjenek velem a virtuális valóságba, hogy körülnézzünk a Marson. És megnézhetik még a tavaly feltárt sarkvidéki barlangokat is. Harper's Ferry, Nyugat-Virginia. Valami buli lesz, vagy mi? Aha, bulizni fogunk. Tudod, a magyarókrém most akciós. Ha nagyobb üveggel veszel, akkor csak... Mi bajod van? Nem fogadta a hívásomat. Most miért nem képes beszélni velem? Mi folyik itt? Mit képzel, mit csinálunk itt? Egyébként is hol az a rohadt busz? Hé, ember, nyugi! Mostanában nem jön egy távolsági busz erre? Dehogy nem, hogy ne jönne. A 415-ösnek mindjárt itt kell lennie. Kb. 20 percet késik. Szerdánként általában lassabb. Ó, éppen ez lesz az. Jól van, akkor az összesen annyi, mint 119 dollár és 90 cent. Nem nehéz, csak nagyon érzékeny a berendezés, az óvatosság a fárasztó, nem a súly. Na persze. Nem tudom, miért hagy busszaljám. Én meg szeretném tudni, hogy miért nem beszél vele. Van nálam VR, úgyhogy találkozhattuk. Ha engem busszal küld, nyilván nem fog veled rendes telefonvonalon beszélni. Na igen, nyilván nem fog. Mary Jo, bemutatom a zsenit, aki segített kiagyalni a szökést. Örvendek. Menjünk. A forradalmian új Janus böngészőt a zseniális szoftverújító Judé Shankar készítette. A nagy felbontású valósághű virtuális világát a 03-as technológia teszi lehetővé. Ez Mr. Stiles nevéhez fűződik, aki a Microsoftos Bill Gatesnél volt gyakornok. Megnyerő a fickó. Randizok vele. Viccelsz? Ennyi pénzzel én is randiznék. Mi újság? Csak benéztem. Hogy ment a fehérházi megbeszélés? Ahogy szokott. Jim Fox és az FBI többi részlege úgy ítélkezik a szökésről, hogy a netőrség adja hozzá a nyomokat, amin elindulhatnak. Egyéb újság. Tudod... Minél többször gondolom ezt végig, annál inkább azt hiszem, hogy ez meghaladja Cheng erejét. Ha csak nem sikerült neki beásni magát a rendszerünkbe. Igen. Én is fontolgattam már, hogy esetleg van köztünk egy tégla. Olyas valaki, aki tudja értelmezni a dolgainkat, és technikailag is nagyon felkészült. Tehát ez lehet te, vagy én, vagy Jay. Azt tudom, hogy nem én vagyok, és valószínűleg te sem. Nagyon köszönöm. Tehát marad Jay. Nem. Nem. Tehát már is visszatértünk a Stiles dologhoz. Miért álltál rá ennyire Stilesra? Mert eléggé ért hozzá. Van fogalma a dolgokról, érti, hogyan működünk. Ismeri a hálót. Mi kell még? Na és az indíték. Mit nyerne ezzel az egésszel? Az az ember Istennél is gazdagabb. Talán a pozíciójára pályázik. Tudod, hogy nincs itt semmi ennivaló. Még a gázkamra is humánusabb, mint az éghalál. A
Hallgass már el végre. Most jöttek meg a kajával. Egyszer nagyon megjárod még. Elegem van már belőled. Uraim, bemutatom Judy Shankart. Ő az, akiről mondtam, hogy segített nektek kijutni. Remélem bejutni is segít majd. Pakoljunk le oda hátra. Nem érdekel, hogy ki a fene ez. Csak valami kaját akarok. Mind éhesek vagyunk, fiam, de ha nem fogod be azonnal a szád, majd befogom én neked egy életre. Magyarokrén! Ez meg mi a fene? Biztosan tudod, hogy mit csinálsz? Ha? Kihoztam őket, nem? Én hoztam ki őket. Kösz, hogy beszéltünk, amikor hívtalak. Nem kellett volna felhívnom. Jól van, és mit hallottál? Mi a helyzet a körözéssel? Abból, amit hallottam, semmi vész, de a fontosabb az az, hogy tartsd még a bandádat szobafogságban egy pár napig. De szép munka volt. Most már csak a görög-római építészeteme nagyszerű példája van hátra. Valóságos erőd, de Judé segítségével nyitva áll majd. Ne tegyétek tönkre, csak bemegyünk és kijövünk. És mondd csak, hogy vannak a srácok? Kezdenek bedirizni, pedig az ember azt hinné, hogy már megszokták. Ez tetszik? Egy csapat életfogytiglanos bedirizik odakin. Mondd meg nekik, hogy gondoljanak arra, hogy milyen gazdagok lesznek. Annyi pénzzel nem lesz honvágyuk. Mi volt ez? Mit csinálsz? Mi volt ez? Tedd le azonnal! Mi volt ez? Te barom! Meghalt. Mondtam neki, hogy fogja be. Ez jó, de tovább beszélt, úgyhogy lelőtted. Mi van? Itt mindenkinek elment az esze. Amit csak kérsz, Alex. Most te vagy a főnök, én meg a helyettesed. És ha nő rajtad a nyomás, azért vagyok itt, hogy átvegyek belőle. Megváltozott a dolog, ugye? Milyen dolog? Tudod, a kettőnké. Hogyan? Úgyhogy most úgy viszonyulsz hozzám, mint a parancsnokom. Minden, ami köztünk van, mikroszkóp alá kerül. Akárki mondjuk, akár nem. Hogy azt mondod, nem tisztelek eléggé? Csak azt akarom tudni, van-e jövőnk az ügynökségen kívül? Mindkettőnkre nagy feladat hárult. Csak... szeretném, ha megszoknánk az új helyzetet, és megvárnánk, amíg emlapor rendben. De csak akkor, ha nem kettőnkre. Ahhoz túl rövid az élet, hogy bizonytalanságban éljük le. Túl nagy a kockázat. Ez az üzemzavar, ez az interferencia mibe került? Több mint 9 millió badoncseng. Majdnem 8 számjegy. Két viszonylag apró internetbotlásért. Ez nem mehet így tovább. Egyet értek. Ez csak egy hatalmas elmélyű ember mivel lehetett. Aki annyira arrogáns, mint Will Stiles. Szervezzetek egy találkozót Alex Michaels-szel. Úgy tűnik, találkoztak az érdekeink. De Don Cheng... tárgyalni a NetForce-kkel esetleg rossz fordulat lehet, maradandó hatásokkal. Az időpont a hely és a biztonság kérdését ráfagyom konciliére. A memória szkennerem szerint ez a második nap, hogy megnyitod ezt a fájlt. Aggódnom kéne valami miatt? Azt hittem, a másolatoknak nincsenek érzéseik. Így van. Ez nem egy emberi érzés kiterjesztése, hanem egy anomália deduktív elemzése. Mi foglalkoztat? Kezdek látni néhány olyan problémát, amivel szembesülnöd kellett. Nagyon frusztráló. Kezdek kételkedni az ösztöneimben.
Úgy látom, az akadályok felismerésével már nincsenek gondjaid. Nem megyünk át a websájtomra? Őszinte, Éb. Emlékeztet rá, hogy valaha voltak hősök? Én még mindig próbálom azt hinni, hogy most is vannak. Nagyon kevés. És? Hogy halad a nyomozás? Valójában már nem is az én nyomozásom. Jim Fox úgy gondolja, hogy ez az ő ügye. Jim Fox? Azóta van teljesen kikelve magából, hogy megalakítottam a netörséget az ő hatáskörén kívül. Most milyen bajt kever neked ez a felfogalkodott hólyag? Volt egy nagy szökés a Westover fegyházból. Valaki bejutott a biztonsági rendszerükbe az interneten keresztül, és... gond nélkül mindent kinyitott, amit csak akart. Igen, kiművelt hackerre van. Lehet, hogy a kézben tartása a cél? Az interneti? Igen, úgy értem, te voltál az egyik legnagyobb építője. Át lehet venni felette az irányítást? Nem teljesen. Nincs egy központja, amit el lehetne foglalni. Még a kormányban sem, még az elnök segítségével sem, vagy nem is tudom. Nem. Nem építettünk bele gátokat. Ezért volt olyan fontos megalakítani az egységünket. A netörség a kapu őrzője. Tudsz még mondani nekem valamit? Lincoln is megmondta, hogy gyakran több bátorság kell ahhoz, hogy vállaljuk igazunkat, mint félelem, hogy rosszat tegyünk. Aki tudja az igazat, nem kell félnie. Speed! Ez meg mi? Bár rövid lefutású volt, a számítógéprendszerek összeomlása több fronton is komoly következményekkel járt. Rengeteg áramkimaradás volt, a telefonvonalak megszakadtak, és a repülőjáratok országszerte késtek. Mivel a vasútvonalak is kompjúterizáltak, nem tudták értesíteni egyik vezetőt sem, hogy a két vonat egymás felé tart a pályán. 7 halálos áldozat. Az autópályákon és minden felszíni közlekedési vonalon hatalmas... Valósággal sokkolta a világ pénzpiacát. A kimaradás miatt több billió dollár keringett részvényekben a kibertérben. Egy a mostaninál nagyobb összeomlás esetén minden elveszett. Sajnos minket nagyon rosszkor ért a dolog. A beteg a műtőasztalon feküdt, már felnyitottuk, és az egész műtéti terv eltűnt a képernyőről. Megszakadt a kapcsolat a konzultáns sebészünkkel Londonban. Hát jó reggelt! Hadd kérdezzek maguktól valamit, urai vagyunk a helyzetnek, vagy nem? Csak mert kezdek belefáradni ebbe. Az elnök állandóan engem macerál. Már mindent megtettem neki, én csak nem visítottam, mint a malac. És ha maguk fiúk nem tudják, mit kell tenniük, esküszöm, hozok olyanokat, akik tudják. Uram, egész éjjel a kódok újra konfigurálásán dolgoztuk. Konfigurálja a seggem, ez alkalommal műholdon átjött, úgyhogy akármit is csinálnak ott maguk, nem működik. Egy egész csomó megválaszolatlan kérdésem van magához, fiam. Válaszokat akarok, megértette? Múlt hétre. Érthető voltam? Tökéletesen, uram. Jó. További kellemes napot. Nyoma sem volt sütinek ezen a legutóbbin. Nem, csak az a honlap, de az zsákutcának tűnik. Szóval, ha Stiles az, mit akar bizonyítani? Mindhárom háló összeomlás más kapcsolaton átjött. Az első hagyományos telefonvonalon, a második optikai kábelen, a harmadik műholdon. Talán a hatalmukat bizonygatják. Vagy tesztelnek. Hogy? Lehet, hogy tesztek. Úgy érted, hogy tesztelik, hogy képesek-e uralni a távközlő rendszereket? Talán. Tudjátok, ekkora hatalommal szó szerint túlszulejthetik a világot. Lerombolhatják a nemzetközi pénzügyi szabványokat, és megváltoztathatják a világ erőviszonyait. Hé, én azt hittem, hogy ilyen csak a képregényekben van. Azt már bizonyították, hogy nem tisztelik az emberi életet. Olyan nagy ugrás kell ahhoz, hogy elhiggyük, hogy az indítékaik ilyen nagyságúak. Elkezdek szaglászni egy-két színvonalasabb csetvonalon. Tudjátok, ezeknek a hackereknek csak egy rossz szokásuk van, a hencegés. Tessék. Igen, kapcsolja. Szerintem ez jó ötlet. Halló? Igen, megbeszélhetjük. Miről lenne szó? Rendben. Pénteken? Én köszönöm.
Épp meghívtak ebédre. A hangodból úgy érzem, hogy nincs miért féltékenykednem. Leung Cheng. Te viccelsz. Tárgyalni akar? Egy ebéd mellett. Az ügyvédje azt állítja, valami információt akar megosztani velem. Igen, még mindig él a szombat reggel, de milyen akadályról van szó, elnök úr? Na igen, valami nagyobbra gondoltam, mint a cipőméretem. Nagyon várjuk már a péntek esti vacsorát maguknál. Mindig nagy öröm. Tudom, hogy a First Lady mennyire szereti a komoly zenét. Úgyhogy Vilja Csenova, a fiatal orosz csellista játszik. Leung Cheng találkozót beszélt meg Alex Michaels netőrség parancsnokkal. És ha akarja, az egész pályát hetesütővel játszom végig. Meg kell akadályoznod. Tudom, hogy nem csal egyébként sem. Hamarosan beszélünk. Köszönöm, uram. Az elnök úr, miután ma aláírta a tisztességes munkáltatásról... Meg kellett volna ölnöm azt a szemetet, amit lehetett. Mikor mehetünk már ki? Pénteken. Éppen most beszéltem a főnökkel. Úgy tűnik, Mary Jo és én valami másban kell, hogy segítsünk neki, úgyhogy holnap után. Tehát Washington előtt már nem találkozunk, úgyhogy nézzük át a tervet megint. Jaj, nem, már megint ugyanaz. Ne nyavajog már annyit. Igen, megint átveszünk az egészet, nem azért fizetlek titeket, hogy itt üljetek és sörözzetek. Mert akarsz idegesíteni? Fiúk, nem kell imádnotok egymást, 3 nap múlva úgyis örökre elköszönhettek nem egymást. Nem elég hamar. Elég! Hallgass már el! Elegem van belőle! Ki nyilvattam a halmen, egyetek meg magunknak, hogy örök egymást, hagyjátok abba! Ki gondolta volna, hogy ennyi idiótát kell elviselnem? Ez a hapsi leszek. Vigyázzatok, lányok! És minden őrük tiszta? Mind átmentek a poligráfon. Pedig valaki be kellett, hogy engedje őket. Tisztán látni, hogy automatikusan nyílik az ajtó. Valahogy átjutottak a retina szkennelésen. Lefújták azt a tisztet, és... Így bejuthattak a cellákhoz? Igaza van. Valaki kinyitotta a kaput. Ki lehet valahogy nyitni a cella ajtókat távirányítással? Számítógépről, mondjuk telefonkapcsolattal? Amikor először installálták a rendszert, a gyártó megkérdezte, hogy maradhat-e külső, mondjuk telefonos kapcsolat, hogy megfigyelessék a berendezést és a programot kívülről. Természetesen mi nemet mondtunk. Ezért én mindeddig azt hittem, hogy a rendszerünk teljesen független mindentől. Melyik cég installálta a berendezést? A BBR. Börtönbiztonsági rendszerek. Kösz a tájékoztatást. Nincs mit. Ez még érdekes is lehet. Hey, kislány! Mivel lehetek a szolgálatodra? Kösz, semmivel. Tudom, hogy érted. Én is csak eddig szoktam elmenni a virtuális szerepjátékban. Hello, Elliot Rosenberg vagyok Clevelandből. Technikus vagyok a Drag Boeingnál. Tudod, ami azokat az interfészeket gyártja? Ez a srác meg a háló egóm, a zúzós. Nagyon meggyőző, mi? És nekem ki ez van szerencsét? Thank you.
Lám, lám, lám. Judé Shankar. Szerintem a virtuális valóság sokkal jobb, mint a régi modemes változat, mert szerintem a kodekkel és a kompressziós meg a modemekkel az egész annyira nem ez a probléma. Az a probléma, hogy a kibertér olyan gyorsan tágul, hogy bármelyik gyerek, aki át tud linkelni egy gigát, már kész hálómester. Persze. Na lá, hogy sok memória kell hozzá. De tudod te, mekkora merem lemezben nyomulok? Csak nem a tegnapi összeomlásra utaltál. Nem. Egyáltalán nem, de utalhatok miért? Csak mert arra gondoltam, hogy akárki is csinálta a mutatványt, zseniális hacker. Én nem igazán nevezném mutatványnak. Nagyon sok mindenre kellett figyelnie, de egyetértek az állítás második felével. Zseniális. De mennyire? Nem hittem volna, hogy lehetséges kijátszani az őröket. Meg lehet csinálni. Minden a bejutáson múlik. Csak zárják el a szokásos adatok útját, és cseréljék a saját adataikra. De hogy ezt megcsinálják, nem kellene elfoglalni az egész internetet? Nem, csak a kulcsfontosságú részeket, a routereket és a portokat. De hát azokból több tízezer van. Nem lehet egyszerre elfoglalni őket. Nagyban gondolkodj. Globálisan. Gondolj a műholdakra. Azokból csak pár tucat van. Úgy érted, valaki betört a műholdakra? Hát vannak bázisállomások. Csak a linkeket kell irányítanunk. De az internetes hardware, nem kellene ahhoz különleges kormányzati belépőkód? Vészkeresés. Azt akármilyen hacker nem tudja. Pontosan. Hé, Marty! Larry! Futtassatok egy keresőt arra, akivel Tony a VR-117-esen cseveg éppen. Nézzétek meg a műholdas és szárazföldi vonalakat. Ha ez a mi emberük, akkor akárhonnan is jöhet. Megyek, megnézem. De miért akarná bárki is ezt megcsinálni? Ez nagyon jó kérdés. Nem vagyok benne biztos, hogy meg tudom válaszolni. De mi az érzésed? Meg akarják próbálni uralni vagy lerombolni a hálót? Nem tudom, de ha valaki képes felülírni ilyen szintű rendszerek adatait, az képes kihozni valakit ennyi börtönből. A Westover-i szökésre gondolsz? Megvan. Nem, nem feltétlenül. Miért? Fiorelli parancsnok helyettes vagyok a netőrségtől. Fedje fel személyazonosságát és tartózkodási helyét. Beidézem kihallgatásra, ha elhagyja ezt az oldalt. Mink van? Ne aggódj miatt, már megvan. Márti, hol van? Harper's Ferry, Nyugat-Virginia. Igazad volt, műholdas. Megvannak a koordináták. Szép munka volt, uraim. Azt hiszem, találtam valakit. Ha nem is a mi emberünk, garantálom, hogy ismeri. Komolyan mondod? Halál komolyan. És még jobbat mondok, bemértük a tartózkodási helyét, és a célkörzetünkben van. Mit mondott? Túlságosan is jól informált volt. Részletekbe menően fejtegette, hogy lehet tönkretenni a hálót. Beszélni bárki tud? Ez igaz, de rávezetés nélkül kapcsolatba hozta a háló összeomlását a szöktetéssel. Egyébként, amikor megmondtam, hogy netőrséges vagyok, elfutott, ami önmagában is szabásértés. Talán hívjuk a nagyágyúkat, azt akarod? Azt akarom. Miért lesz rossz érzésem ettől a szótól? Jól van. Szóljunk Jim Foxnak, sose lehet tudni. Alpha Bravo. Egyes csapat előre. Alpha utána. Utána. Charlie 2 hátulról fedez. Odabenn vannak. Jól nézze meg. Teljesen elhagyatott. Na igen. De a látvány lehet csalóka. Én különösen óvatos lennék. Az leszek. A megjegyzései nélkül is. Fényt. Komolyan gondolja, hogy ez a legjobb módja? Ha odabenn vannak. Csak nem a sztompátor razia parancsnok, a kritizál engem. Itt az FBI és a netőrség taktikai egysége. Érvényes házkutatási parancsal rendelkezünk. Fegyverünk van, és erőszakot is alkalmazhatunk, hogy végrehajtsuk a parancsot. 30 másodpercük van, hogy jelezzék békés segítő szándékukat. Yeah.
Szóval ki adta ezt a tippet? Egy műhold kapcsolat vezetett erre a helyre. Ez nem válasz a kérdésre. Volt egy gyanús egyén egy cset oldalon. Szóval valami cset miatt jöttünk ide. Nem ismeri az ügy ránk tartozó részét. Viselkedjünk profiként inkább, és menjünk be körülnézni. Rendben. Lőjétek a gázt. Befelé! Befelé! Fedezzetek! Alex, bemegyek, haluk. Nincs oda benn senki, Alex. Minden üres. Köszönjük a tippet, parancsnok. Legközelebb, ha a helyettesével úgy döntenek, hogy vadliba vadászatra küldenek minket, előbb ellenőrizik a nyomokat, rendben? Maga szerint hol van a Jim? Magának is volt két napja, van valami forró nyom? Törődjön a maga parancsaival. Foglalkozzon a maga dolgával, és ne juss az orrát az enyémbe. Itt már nincs több dolgunk ma este. A helyszínjelentést küldje vissza ma reggel. Igen, írjon jelentést. A főnök tudni akar majd erről, amilyen gyorsan csak lehet. Micsoda szemét! Biztos ez az a hely. A bemérőink nem hazudnak. Komolyan mondom, Alex. El kell kapnunk a pasas, túl sokat tud. Mikorra oszlik el a gáz? Akár már most bemehetünk. Menjünk, nézzük meg. Kösz, Howard, már csak egy szimulált aszmaroham kellett. Magyaró krém. Nagy ínyensz lehet. Ez jó. És jót is tesz. Gyertek ide! Szerintetek mi ez? Vér. Vegyünk belőle mintát, jó? Elgondolkodtató, hogy egy csetelő kompjúter szaki miért ilyen messziről kapcsolódik fel, és miért hordozható berendezésekkel? Ha csak nem szökésben van. Jó gondolat. Kezdem úgy érezni magam, mint egy sírású. Mindig akkor jövök, amikor már elmentek. Valaki közülünk továbbadja az információt, amint megkapjuk. Mi erről a véleményed? 556-os NATO, kilőtték. Rozsdás. Hol szerezted? Ott a fal mellett. Mit gondolsz, mitől lehet rozsdás? Ez nem ugyanaz a típus, mint ami Steve gyilkosai használtak? Megmutató a tudat, hogy Jim Cook emberei ilyen alaposak. Nézd, Tony. Mostantól ellenőriznünk kell minden nyomot alaposan, mielőtt kimennénk a terepre. Nem mehetünk megint megérzés alapján. Igazad van. De azt hiszem, jó úton vagyunk. Jude Shankar. Az ember, aki a Westover biztonsági rendszerét tervezte, az, aki a Janus vállalat új böngészőjét készítette Will Stiles-nak. Will Stiles-nak? Köze van a Westover szöktetéshez?
és valószínűleg Steve halálához is. Igaz vagy nem igaz, hogy beleépíti a böngészőjét az operációs rendszerekbe, amelyek az ország összes gépeire telepítve vannak? Úgy hiszem, igaz. Úgy gondolja, hogy ez áll leginkább érdekében a fair kereskedelemnek a szabad versenyben? Ha azt kérdezi ezzel, hogy a Janus vállalat szertesz-e piaci előnyre ezáltal, a válaszom kétség kívül, igen. De nem az a szabad verseny elve, hogy a jobbik marad életben? Mifelénk ezt libatömésnek mondják. Aha. Itt van a Janus vállalat egy belső dokumentuma. E dokumentum szerint mindannyian nagyon érdeklődnek az úgynevezett kétirányú közlés vagy lengőajtó iránt. Meg tudná nekünk magyarázni, mire utal ez? Tulajdonképpen itt azt írja, idézem, aki az információt kézben tartja, a világot tartja kézben. Erre nem emlékszem. Azt hiszem, minden bizonnyal a globális kommunikáció szabadságára utalta. Amit ön tartan a kézben. Ijesztő gondolat. Tudja, szenátor, szerintem az itt a valódi probléma, hogy maga és én más céllal beszélünk. Há, valóban? Nos, igen, szerintem maga elvekről beszél, én meg a való világot magyaráznám meg. Igazán? Legalábbis én így látom. A jövőt, mely felé haladunk, a technika és a piaci erők határozzák meg. Egy új világrend, mely elektronokon és információn alapul. Személy szerint én nem látok ebben semmi félelmeteset. És őszintén tiltakozom az ellen, hogy bűnügyként kezeljék. Azt hiszem, senki nem említett semmilyen bűnügyet, Mr. Stiles. Eszébe jutott valami idevágó? Elnök úr, úgy érzem, kellőképpen kimerítettük ezt a kérdést. Azt hiszem, megköszönhetjük Mr. Stilesnak az őszinteségét és előzékenységét. Az ülést berekeztem. Jól megdolgoztatta a kamarát a pénzéért. Alex Michaels, a netőrség parancsnoka. Nos, ezt Booknak tekintem, Mr. Michael. Nem érzi úgy, hogy több, mint véletlen, hogy a Janus böngésző tervezője Judy Shankar tervezte a Westover biztonsági rendszerét is? Mit akar ezzel mondani? Mit akarok mondani? 8 bűnöző él és virul szabadon, mert valaki manipulálta azt a programot. Még mindig nem értem az összefüggést, de bocsásson meg, ma már elég sok kérdésre válaszoltam. Minden tiszteletem az elnök jó barátainak. Nem tudom, mire készül. De van egy olyan érzésem, hogy köze van egy barátom Steve Dave halálához. Mr. Michaels, azt hiszem, emlékeztetnem kell önt, hogy törvényeink értelmében nincs joga megalapozatlan gyanúsítgatásokkal zaklatnia engem. Jó napot! Eddig türelmes voltam, de az én türelmemnek is van határa. Hamarosan, uram. A hamarosan már túl késő. Nyugalom. Nézze, a pasas már túl közel. Megmondtam, hogy elintézem. Ha nem intézi el azonnal, valaki másnak adom. Értettem. Jó. Visszajöttél, mi újság? Átmegyünk a holnapomra? Most nem, most nincs időm. Épp vacsorázni készülök Tonyval. Steve, van valami ötleted, hogy mi lehet az a kétirányú közlés? Mivel kapcsolatban? A Janus vállalat egy belső dokumentumában fordult elő a lengőajtó kifejezéssel együtt. Az én tippem, hogy valami internetböngészőre vonatkozik. Az egyetlen ilyesmivel kapcsolatos dolog a memória bankokban a network fogalmához kapcsolódik. Az az információ közzététele nyílt felhasználásra, mint mikor megnyitsz egy honlapot. Ez teljesen általánosan hangzik. Miért kell így külön kiemelni? Az információ kézben tartásával van kapcsolatban. Ez sokféleképpen értelmezhető. De az egyetlen igazi ellenőrző eszköz, amiről tudok, azoknak a titkosításoknak a sorozata, amelyet én írtam a kormánynak. És ezt kitartja kézben? A te elnök úr. Thank you.
Ő de csinos ma este. Nem nekem kellett volna... Te meg mit csinálsz itt? Meguntam a várakozást. Miféle várakozásról beszélsz? Még van 15 percem, hogy odaérjek hozzád. Most hagysz állni ide, Kim? Nem, várj egy pillanatig. Mi a nagy alkalom? Nagyon... Mi? Meglepő. Meglepő a helyes kifejezés. Mi ez a nagy sietség, hogy nem vártál meg? Nem iszunk egy kis bort indulás előtt? De... Esetleg akarod, hogy lemondjam a foglalást? Talán jobb lenne. Hé, te tudtad, hogy az elnöknek titkosított ellenőrző pontjai vannak az interneten? Tony? Most komolyan, ne menjünk el vacsizni. Igen? Még nem indultál el. Mi? Te most a Napoliból hívtál? Miről beszélsz? Ki adott mögöket? Mi történik ott? Elek, jól vagy! Bethesda, Maryland, május 27-e, reggel 7 óra 20 perc. Stevens doktort most sajnos nem tudom adni. Akarod, hogy húzzak egy kávét? Nem, köszi, meg vagyok. Az adrenalin még ébren tart. Az nem jó. Kösz, hogy itt maradtál bent vele. Természetes. Mindig annyira önálló akar lenni, hogy valószínűleg kiborul, ha felébred, és meglátja ezt a csomó nőt az ágya körül. Hidd el, hogy nem így lesz. Tudom, hogy nagyon örül majd, ha itt lát titeket. Legalábbis Susie-nak biztos. Imádja őt. Hát, nem mondhatom róla, hogy rossz apa lenne. Én is megörülök Susie-ért. Kölcsönös a dolog. Állandóan róla beszél. Alex. Jó reggel. Igen. Hogy érzed magad? Hol vagyok? Nem emlékszel? Édes, egyszerűbben is le lehet mondani egy randit. Ti meg mit csináltok itt? Drágám, abba felébredt. Beleszúrtál egy tűt a nyakamba. Még mindig fáj. Nem. Velem telefonon beszéltél. Nem. Ben voltál a Napoliban. Az egy bérgyilkos volt, nekem álcázva. Mi volt az? Egyfajta kurára méreg. Nem juttatott eleget a szervezetedbe. De te az övébe annál inkább. Meghalt. És... Gani is.
Jól vagy már? Igen, kicsit. Tényleg? Milyen nap van ma? Ma péntek van. Most hittem volna meg a nagy sztorit az elnök viszonyáról, amit Dolly vitt el. Két napra kiütöttek. Nagyon finom a tonhalas szendvics a büfében. Na hát, Mr. Michaels, felébredt. Nagyon izgultak ám itt magáért. Szóltam az orvosának, mindjárt itt lesz. Hogy érzi magát? Az életfunkciói rendben vannak. Kérem, szedje ki ezeket a karomból, el kell mennem innen. Ne olyan hevesen, Mr. Michaels. Válságos állapotban volt 48 órán át. Ez nem valami szolárium, ahová csak befekszik az ember, aztán már megy is. Bocsássatok meg, de megpróbálom Suzit elvinni az iskolába, és valakinek dolgoznia is kell. De anya, ugyanaz van rajta, mint tegnap, így nem mehetek. Menjünk. Az öltözködésre majd később izgulunk, jó? Hozd a hátizsákot. Később még benézek. Jó. Nem is tudod, hogy megkönnyebbültünk. Tonyval végre tudtunk egy kicsit beszélgetni. Tetszik nekem. Na, nagyon vigyázz rá. Szia, apa, szeretlek, majd még meglátogatlak. Szia, édesem. Jó reggelt. Hát nem nagyszerű. Jó. Örülök, hogy visszatért. Hogy érzi magát? Doki, most vagy maga szedi ki ezt a karomból, vagy kiszedem magamnak. Egy Celki Ferel nevű nő volt, egy ismert ira terrorista lánya. Az új lenyomatai és stílusa alapján ő volt a Vegasi prosti, aki megölte Stompátót. Átkutattuk a hotel szobáját, nem találtunk semmit, csak egy kisputyát. Ez nagyon idegesíthette Stylesot. Nem vesztegette az idejét, hogy megszerezze az én trófeámat is Steve-én mellé. Komolyan gondoltad a Leung Cheng találkozót? Miért? Téged nem érdekel, hogy miről akar velünk beszélni? De elég nem velem megyek. Telefonálok New Yorkba, hogy vigyenek oda. Biztosítsanak kíséretet. Biztosíts nekem a távkapcsolatot. Innen kell figyelnünk majd. És sikerült? Sikerült már elfogni valamelyik szökevényt? Nem, Fox még nem talált semmit. Örömmel hallom, hogy nem én vagyok az egyetlen FBI parancsnok, aki két napig nem volt magánál. Parancsnoki kocsi érkezik. Megvan! A parancsnok kiszáll. Figyeljetek, étterem biztosítva. Oké, John, rendben van. Küld be őket. Jól van, Alex, bemehetsz. Várjon! Köszönöm, hogy eljött, Mr. Michaels. Ajánlhatom figyelmébe a sült angolnát, vagy a cápahúszonylevest? Én egyszerű kantoni ember vagyok. Tudja. Csáó, milyen tojásos tekert, sovány sertésból. Az ember holtig tanul. A cápa uszonyának porcogója gyógyhatású a rákbetegségnél. Fogalmam sem volt, milyen felvilágosult az anyám. És rájöttek már, milyen gyógyhatása van az édes savanyú szósznak? Szeretem a jó humort. Sajnálatos módon nekem nincs. Elnézést a félreértésekért, de úgy hiszem, tudom, ki a felelős Johnny haláláért. És az internet szolgáltatás megszakításáért. Kiről beszélünk tehát? Will Stice-ról, Janus vállalat. Segítségét fordult hozzám. Milyen ügyben? Jelezte, hogy be akar jutni egy bizonyos washingtoni épületbe. Az én embereimre lett volna szüksége hozzá. Milyen épületbe? Azt nem mondta. Azt hiszem, a kormányéba. Én természetesen megtagadtam. Nem említette, miért akar belépni? Az új bőnkésző program miatt. Közelíts arra a párra. Igen, rájuk. Várj egy percet! Ez nem a Westall őrszüktetéses fickó. John, beazonosítottunk egy szemét. Steve meggyilkolásánál is ott volt. Hé, állítsák meg a járművet! A piros-fehér furgon! De engedjék ki a biztonsági zónából! A háló összeomlásai? Stiles a felelős mindegyikért.
Ezt nem erősíthetem meg, de ismerve a hatalom ésségét, helyén való feltételezés. Alex, van egy betörőnk. Hagyjuk félbe és lépjünk ki. Maguk is jobb, ha mind elmennek. Elnézést, úgy tűnik baj van kint a biztonsággal. Talán felfüggeszthetnénk a beszélgetést, amíg rendeződik. Erre nem lesz szükség. Ahogy gondolja. Menjünk. Mit találtunk? Két gyanúsított egy piros-fehér furgonban. Hé, megjelöltük már ők? Férfi Bo Ellen Tyler volt tengerész. FBI letörségközpont, 15 óra 48 perc. Pár évvel ezelőtt összeesküvéssel vádolták, a vádat ejtették. A nő Mary Jo Tripp, szintén kitüntetett, volt tengerész. Hozzá ment Carl Starkweatherhöz. A pasashoz, aki a Washington állambeli ostromban halt meg. A világon semmi nem köti őket a Westover-ös bandához, akiket kiszöktek. Hé! Hey! Most érkezett a jelentés, hogy egy Lebo nevű szökött rabholdestét nemrég találták meg Blumont mellett, Virginiában egy híd alatt. Lőtse van a mellkasán. Kértem egy DNS és egy vércsoportvizsgálatot. Miért van olyan érzésem, hogy egyezni fog a Harper's Ferry-ben talált mintával? Cheng azt állította, hogy Stiles nyiratta ki Stompátot. Ami azt jelenti, hogy ő van a nyomomban. Lezárták a körzetet? Kérésedre épp most teszik. Miért? Cheng azt is mondta, hogy Stiles azzal a tervvel kereste meg, hogy betör egy washingtoni épületbe. Milyen cél? A böngésző programmal kapcsolatban. Megmondta Cheng, melyik épület az? Nem, csak azt, hogy nem lesz könnyű. A kormányra tippelt. Ez elég ahhoz, hogy átkutathassuk Stiles gépét? Nagyon közel vagyunk már. Megvan a Jude és Shankar kapcsolat, ami kötheti őt a hálószakadáshoz és a szöktetéshez. És ott a lehetséges Selkie-Ferrel kapcsolat. De ez csak egy körülmény, és az embere Cheng nem tud téged igazolni. Kérjünk gépkutatási parancsot. De ne a mi vonalainkon. Mindent egy harmadik félvonalán keresztül. Használjatok minden új titkosítást. Most mindent elmondasz nekünk, főnök. Legyetek óvatosak. Megpróbálom megjelölni a washingtoni biztonsági zónát. Hát, ha tudjuk figyelni. Majd jelentem. John! Talán ideje behozni Mr. Shankart kihallgatásra. Rendben. Lenyűgöző látvány, az nem. Hozzám beszéltél? Teljesen bent vagyok, gyere nézd meg. Mesterlövészek vannak a tető. Szerintem a célkereszt már ott van a fejeden. Na. Akkor be tudsz mindannyiunkat juttatni, ugye? Bárkit beviszek bárhova. Még mindig nem értem, miért kell Stilesnak, hogy bemegyünk. Ha kikerüli az ovális szobában lévő internet ellenőrző pontokat, akkor bármilyen gépről bármit le tud tölteni, amelyik a Genus böngészőt használja. Az mit jelent? Le tudjuk szívni a komputerek agyát? Mr. Stiles szerint, akinél az információ, azé a világ. Tessék, ezt nézd meg! Az elnöki konvoj pontban 7:15-kor hagyja el a fehér házat a nyugati kapun keresztül. Az elnök és a First Lady Mr. Stiles házába érkezik vacsorára 7:40-re, ahol körülbelül 2,5 órán át vacsoráznak és szórakoznak. Majd 8:05-kor küldöm el az üzenetet, hogy hamarabb tér vissza az elnök. Ti legyetek a nyugati kapunál pontosan 8:30-ra. Oda mentek a nyugati szárny ajtóihoz, ezek lesznek a behatolási pontok. Lesz majd egy lépcsősor a folyosó végén jobb oldalt, amin felmentek a másodikra, balra fordultok, és az ovális szoba ajtaja ott lesz majd szemben a folyosó legvégén. A belépésetektől számítva lesz rossz esetben 9, jó esetben 11 percetek, hogy teljesítsétek a küldetést és elhagyjátok a fehérház területét. Ez becsléseim szerint a legtöbb idő, amíg a titkos szolgálatot elzárva tudom tartani. Ezután már nem tudom garantálni, hogy észrevétlenek maradtok. Az én embereim készen lesznek, most már csak a te emberedem múlik. Ő tudja, mi a dolga. Ugyanúgy csináljuk majd, mint a Westover-ben. Innen fogok irányítani. Figyelj, egy részét te csinálod, fiacskán, de én irányítok, ezt jegyezd meg. Én a helyedben nem lennék ilyen magabiztos. Én nem vagyok senkinek a fiacskája. Tök mindegy.
Megvan a parancs. Meg kell hagyni, szépen csináltad. Tulajdonképpen nehéz volt. Peters Byron a szokásos szkeptikus formájában volt, de meggyőztem, hogy a Judé-Sankár kapcsolat elég okot szolgáltam. Mint már mondtam, nagyszerű vagy. Vonzalom helyett bókokat is elfogadok. Érvényes a Janus igazgatóságára? Az egész Janusra. Remek. Stiles ma az otthonában szórakoztatja az elnököt és a First Lady-t. Hívjam a titkos szolgálatot. Előbb nézzük meg, mit találunk a keresőjátékban, mielőtt hivatlan vendégek leszünk. A csomag már úton van. Most bemehetünk. Alex, az egységgel készen állunk a táncra, de ezt a Judé-fazont sehol sem találjuk. Mondd meg Jane-nek, hogy keresse tovább. Te maradj itt, ahogy találunk valamit, hívlak. Alex! Mikor lép érvénybe a parancs? Mire odaértek, érvényes lesz. Audrey, üdvözlöm itt az árnyas fűzbe. Hé, hey, szevasz! Üdv! Ted? Mindjárt éhen halok, remélem van nálatok valami kaja. Nagyon különleges este lesz. A rádióddal szakítsd meg az ő jeleiket, hogy meg tud erősíteni, hogy vetted az adást, ha hívnak. Épp most küldöm a Fehérházba a hamis adatokat az elnök korai hazatéréséről. A First Lady rosszul lett. Visszatérnek a Fehérházba. Vettük a visszatérést. Megerősítem. Engedélyem van minden olyan nyomtatott vagy felvett digitális vagy analóg anyag felkutatására és elbukzására, amelyek megsértik a szövetségi törvényt. Elvihetek mindent, ami bármi módon elősegíti, vagy befolyásolja az NRG 30.07.090-es aktaszámú nyomozást bizonyos William Stanhope Stiles ellen. Végig a folyosón. Kövessen. Ez lenne Mr. Stiles egyetlen internet kapcsolata? Alex, találtunk magunknak egy kis szabát. Szép kis magánjátszótér. Alex, ezt nézd meg. Mit találtál? Mit gondolsz, mi lehet ez? Olyan, mint egy HMS műhold felügyeleti adás. Ez Washington. Ez a Pennsylvania Avenue, ott a Fehérház. Nézd csak az időt, valaki éppen most tör be. És szerinted ez mi? Olyan, mint az elnöki kocsi karaván. Azzal a különbséggel, hogy az elnök Georgetownban van és Stilesnál vacsorázik. Kérdezzük meg a titkos szolgálatot, hogy megerősítik-e az elnök visszatérését. Ez is egy távolsági. Ezt más valahonnan futtatják. Jól van, szólok Jane-nek, hogy tegyen rá egy keresőt. Jó. Töltsétek le a merev lemezeket, mindent, bennünk kell. Rendben, na és hová? Cseng azt mondta, Stiles egy washingtoni épületbe akar bejutni. Azt hiszem, a Fehérház az. Egyre izgalmasabb. De miért? Az elnök kezében vannak az internet titkosításai, és Stiles felül akarja definiálni ezeket. Miért még nem hallottam. Honnan van ez az információ? Steve Dayton.
ajtóhoz. Alex, műholdjelet fogtam be a Hey Adams Hotelből, pont szemben a fehérházzal. Be tudjuk fogni és blokkolni? Mutatom a kódokat, de egyelőre nem. Átküldünk egy egységet, hogy elintézzük. Jay, vigyél házkutatási parancsot és tartóztass meg! Már megyek is! Jay-t küldött, hogy letartóztassa? Mi most nagyobb vadra vadászunk. Mint mondjuk? Mondjuk a Westover-ös társaságra, akik épp a fehérházba akarnak beszivárogni. Épp oda tartunk. Gondolod, hogy be tudnak jutni? A Westover-ből is kijutottak. Sikerült értesíteni a titkosszolgálatot? Az ügynökségek közötti vonalak megszakadtak. Titkosszolgálat, FBI, városi rendőrség, mindegyik. Azt akarom, hogy menj és ülj be egy kocsiba, és értesítsd őket, hogy mi történik. Nálunk van az a videószemes fegyver. Aha, mint mindig. Jól van, Tony. Szeretném, ha figyelnél és felvennél mindent, amit a kamerám tovább. Jól van, miért? Csak maradj velünk. Szóltak hozzá. Az ovális szoba. Ja, ez már valami. Fedezzétek az ajtót. Meddig fog ezt tartani? Ez neked nem tetszik, öreg. Nem tetszik? Nem kell, hogy tetszen. Precíz időzítésünk van. Minden terv szerint megy. 7,5 perc múlva ki leszünk innen, úgyhogy... Addig tart, ameddig tart. Nyugi és élvezzétek. Gondoljatok arra, mi minden történt már ebben a szobában. Döntések születtek, amelyek megváltoztatták az emberiség sorsát, de minden törpülnek amellett, amit mi csinálunk. Elnök úr, egye jól tele magát, hogy holnap kövér és lassú legyen a golfpályán. Mindenkinek íznek a sítake gombol. Lát, szóval ez gombol. Mit csináltok ennyi ideig? Nem tarthat ilyen sokáig. Hé, ember, mi van? Mi tart olyan sokáig? Meg fognak találni minket. Atyám, miért egyeztem én bele? Mert kijöttél a börtönből és kapsi vagy. Jól van, van 2 perc, aztán magára marad. Hé, mi ez a nagy sietség? Maga nem becsinálják. Cseles, Michaels, ne törsék. Fegyveresek vannak oda bent. Valaki játszik a megfigyelő rendszerükkel. Be kell, hogy hatoljunk azonnal. Értesítsa! Itt a nyugati kapu. Van itt egy hisztériás netőrségi parancs. Fenébe már megint mit beszél. Hogy van-e igazolvány? Azt mondja, fegyveresek vannak a területen. Törd át a kaput! Alex, megőrültél? Ezek a srácok alvajárók, ettől majd felébred. Figyelj, azt sem tudom, hogy átviszi ez a kaput. Hát, csak ketten vagyunk. Vigyük őket is magunkkal. Jól. Állj! Mi az ott? Állj! Áttörték a kaput, benn vannak a zónában. Uraim, vége a gulinak. Tudják, hogy ott vagytok, magatokra hagylak. Menjetek ki! Ez nagyszerű. Ez a mocskos kis csibész feladott minket. Ki kell jutnunk innen? Meg hogy érted? Eddig velünk volt ember. Mi a fenét csinál? Véghez viszem a tervet. Ne mozdulj el! Maradjanak így! Nem üljetek! Maradj ott! Alex Michaels, ne törsék! Tyler, Tyler! Odakint valami zűr van. Ide men, mi a helyzet? Jó van, emberek, hozzá ki, onnan végeztünk. Ember, mi csináljunk? Hogy fogunk kijutni? Harcolnunk kell, mégis mit gondoltál? Maguk elmehetnek, én még nem végeztem. Miről beszél, öregem? Vége van. Menjünk, mindenki a helyére. Elnézést, volna olyan kedves és hívna egy taxit. Elmihetem? Ne mozduljon! Letartóztatom, joga van hallgatni. Thank you.
Fokozatosan, nincs fedezék! Fogd a pofád és lőj! Megadom magam! A rohadt életbe. Beszéli a nyelvünket. Jól van! Jöjjön felém lassan! A kezét tartsa felemelve! El akarunk végre indulni, különben mi zsákokba jutunk ki innen! Ez azt jelenti, hogy maga is érti! Mire jutottál? Számításaim szerint hárman vannak odabenn. Eloszthatjuk őket egymás között. Arra nincs elég időnk. Késésben vagyunk. Csak blöffölnek. Ön érdekel, ki akarok jutni. Mi katonák vagyunk, ők meg az ellenség, a kormány. Emlékszel? Nem adhatjuk fel! Én igen. Hey! Nem, te sem. Na és te? Három! Robbantsunk! Csináljunk háromból kettőt. Alex, biztos, hogy ezt akarod? Ez a fehér ház. Csináld. Biztosíts ki. Hadd csináljam én. Alex, tudod, hogy nem ez az előírás. Vállalom. Alex! Várj meg itt! Őszinte, Éb. Bocs, a tűzi játék miatt. Csak így tudtam megoldani. Mit, Steve? Megkerülni a saját titkosításaidat, hogy segíts Stice-nak? Honnan tudsz a titkosításokról? Beszéltem a másolatoddal. Anélkül, hogy a websájtodra mentem volna, hogy személyesen beszéljek veled. Rájöttél, mi? Igen. A másolatod ellent mondott neked, és beszélt a biztonsági rendszerről. Stice azt hiszi, ezt csinálom itt. Ő kiszabadította azokat a fazonokat a börtönből, megölette Csenget, és segített színre vinni ezt a jó szervezett trükköt. Abban a hitben, hogyha korlátlanul hozzá tud férni a világ információihoz, ő lehet a leghatalmasabb élő ember. Nem bírom azt a fickót. De akkor mi ez, Steve? Szövetségese leszel az ellenségednek, és megrendezed a saját halálodat? Lemondtál egy hatalmas karrierről, miért? Te okos fiú vagy, Alex. Azt hittem, mostanra megérted már. 3 perc múlva Will Stice már nem kaparinthatja meg az internetet, mert nem lesz már internet. Azonnal hagyd abba, Steve. Vagy mi lesz? Én építettem fel, én is rombolom le. Ez már túlnőtt rajtunk, Alex. Ez az utókornak való. Azt hittem, az internet a jövőnk. Hogy az majd közelebb hoz minket egymáshoz.
úgy, ahogy azelőtt nem volt lehetséges, de tévedtem. Én csak végtelen lehetőségeket teremtettem a perverziónak és a korrupciónak. Szolgáltam a kapzsiságot, a kéjvágyat és a hét főbűn mindegyikét. És nem zavart, hogy meg kellett ölnöd néhány embert menet közben? Akár még egy jó barátod is, ha kellett. Ez, kedves barátom, az igaz ügyára. Hagyd abba, Steve. Komolyan. Nem fogsz megölni, Alex. Nem vagy képes rá. Hittem benned. Hittem az indítékodban. De tévedtél, Steve. A cél nem szentesíti az eszközt. Kezdte elavulttá tenni az ügynökségünket. Ne, Alex! Tony! Ha ott vagy, jól vagyok. Minden rendben. Időben jöttünk. Remélem. Azt hiszi, ezt csinálom itt. Ő kiszabadította azokat a fazonokat a börtönből, megölette Csenget, és segített színre vinni ezt a jól szervezett trükköt. Abban a hitben, hogyha korlátlanul hozzá tud férni a világ információihoz, ő lehet a leghatalmasabb élő ember. Nem bírom azt a fickót. Remélem, valaki azonnal idejön és megmondja, mi a fene folyik itt. Mi az? El se tudom hinni. Steve Day tényleg meghalt. Igen, uram. Ezt nem több, mint 20 perce vettük fel. Mind a 8 lökevény, plusz a Cseng robbantásban részt vett két személy szintén meghalt. Komoly kár érte a fehér házat. De úgy tűnik, az internet alap infrastruktúrája érintetlen és működik. A mi embereink hogy vannak? Van néhány sérültünk. Beleértve Michaels parancsnokot, akit meg... Rendbe fog jönni. Ó, persze, kutya bajosa lesz. Alex. Üdv. Éme Stiles letartóztatási parancsa. Hát úgy látom, nem valami boldog. Azt én is hallom. Ahogy apám szokta mondani, ha egy kakas sokat kukorékol, biztos benn volt a tyúkok közt. Mr. Davidson, az önapja igen okos ember volt. Mit szólna, ha most elkapnánk a kakast? A számítógép nagykutyát, William Stiles, ma este a Fehérházba való betörés alapos gyanújával letartóztatták. Tagadta a vádakat és állította, hogy amint fény derül a teljes igazságra, az őt fogja igazolni. Az elnök méltatta az FBI netőrség részlegét bátorságukért és kitüntette Alex Michaels parancsnokot kötelességének kiváló teljesítéséért. Michaels parancsnok megsérült az incidens során, de már ki is engedték a helyi kórházból. Megan Michaels tudósítását látták a Fehérházban. Bár halott maradt volna, sokkal szebb emléket hagyott volna. És Davidson bemutatott az elnöknek és a First Ladynek. Nem. De ha látta volna, milyen képet vágott Stiles, mikor meglátta a letartóztatási parancsát, tetszett volna neki. Úgy tűnik, már a pénze sem boldogíthatja. Kétségkívül. Nagy kár, hogy nem lesz lehetősége elkölteni a vagyonát, legfeljebb ügyvédekre. Biztos a legjobbat fogadja fel.
Az egész biztos. Meg kell, hogy mondjam. Nagyszerű munkát végeztél. És tudom, hogy én... hogy nehéz volt. Nem sikerült volna nélküled. Most olyasmit szeretnék, aminek édesanyád bizony nagyon örülne. Menjünk, együnk valamit. Csak ennyiben parancsnok. Magyar hangok. Kőszegi Ákos, Kisfalvi Krisztina, Német Gábor, Balázsi Gyula, Pap János, Reisenbüchler Sándor, Breyer Zoltán, Crespo Rodrigo, Makai Andrea, Csík Csaba Krisztián. Magyar szöveg Faludi Katalin, hangmérnök Hídvégi Csaba, vágó Szalkai Péter, rendezőasszisztens Albecker Gabriella, gyártásvezető Szász Andrea, szinkronrendező Gyarmati Gergely, producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette.